Jó napot, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm valamennyiüket soron következő testületi ülésünkön. Alpolgármesterek, jegyzőasszony, tisztelt képviselők és valamennyien, akik meghívott vagy nem meghívott vendégként vannak jelen. Külön köszöntöm hivatalvezető asszony. És először is meg kell, hogy állapítsam, hogy a képviselőtestület jelen van, 100%-ban, azaz határozatképes. Meg szeretném kérdezni, hogy a napi rendi pontokat megkapta mindenki, ahhoz kiegészítő javaslata van-e, hogy ez egyebekbe belefér. Aki a napi rendi, én elfogadásra javaslom a napi rendi pontokat, aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtás jelezze. Megállapítom, ellenszavazott tartózkodás nem volt, a képviselőtestület a napirendi pontokat változatlan formájában elfogadta. Külön szeretettel köszöntöm Szombathelyi Árpát, volt képviselő urat, aki külső bizottsági tagként vállalta tovább a munkát. Árpát meg szeretnék kérni, hogy gyere ide, és azt szeretnének kérni, hogy előttünk tegyél esküt. Ha megengeded, akkor én ezt előolvasom, de meg légy szíves. Arra szeretnék érteket kérni, hogy álljunk föl. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Nem képviselő, bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Kistelek fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorol. Isten engem úgy segíts. Köszönöm szépen, meg szeretnélek kérni, hogy írd alá. Következő napirendi pont döntés energiakorszerűsítés érdekében közvilágítás korszerűsítéséről. A bizottság ezt megelőzően tárgyalta a napirendi pontot, a bizottság egyhangulag javasolta azt, röviden összefoglalnám, hogy miről szól a történet. Közel másfél éve nekifogtunk annak, hogy a meglévő közvilágítási lámpatesteket, izzókat egy sokkal energiahatékonyabbra és sokkal jobbra kicseréljük. Első nekifutásban úgy volt, hogy az uniós támogatások kiterjednek ilyenre is, azonban ez nem, és Kistelek városa megelőlegezte és rendelkezik valamennyi korszerűsítéssel kapcsolatos engedélyes tervdokumentációval, amit ki is fizetett. Ez alapján a műszaki tartalom után néztük meg a lehetőségeket. Ilyenkor először is azt kell megnézni, hogy a meglévő világító testhez képest az, ami még jobb lesz, és energiában egyébként ez jelente megtakarítást, vagy nem. Nagyjából úgy lehet tudni, hogy jelen esetben katára nézek 42-3 millió forint villanyszámlát, vagy közvilágítással kapcsolatos számlát fizetünk. Javíts. 60-70 millió között. Hát attól függ, hogy mikor mennyi ára volt, így van. És ehhez képest most azt látjuk, hogyha a jelenlegihez képest, az új, már ledes, mint amit otthon is többen használnak, biztos vagyok benne, az 29 millió forint megtakarítást is jelent évente. Ilyenkor fölmérhetjük azt, hogy várhatóan egy ilyennek mi a bekerülési költsége, ami általában lentebb szokott egy picit változni, mert itt is legalább öt ajánlatnak kell lenni a versenyszférából, és ez alapján az adott minőség kikötése mellett úgynevezett közbeszerzés indul el. A bizottság is azt tárgyalta meg, még az előző képviselőtestület is, hogy
mindenképp kell ezzel foglalkozni. Azt is lehet tudni, hogy körülbelül ez egy olyan 150-160 milliós beruházás Istelek esetére. Csak a jelenlévőknek azt is mondom, ilyenkor körülbelül 10-12 olyan hely is van a városban, ahol a tervezés kapcsán sötétebb pontot állapítottak meg, mint ami arra elérhető, így 11 néhány új lámpatest is keletkezik majd. A bizottság úgy foglalt állást a testület felé, hogy egyhangulag azt támogatta, hogy a közvilágítás korszerűsítésbe vágjunk bele. Ez azt jelenti, hogy ebben két irány van. Eddig az volt a jellemző, hogy mondjuk az MVM, Démász vagy egy más ilyen kivitelező sokszor megfinanszírozza a teljes beruházást, és gyakorlatilag a megtakarításból, illetve azt kiegészítve, önerőből megfinanszírozzuk 5-10-15 év alatt visszafinanszírozzuk ezt. Ennek az átra ez úgynevezett eszkort típusú beruházásoknak, hogy ez egy kötött pálya, sokkal magasabb kamat, mint egyébként a piaci alapú hitelek. Önkormányzatok hitelt nem vehetnek föl csak kormányengedéllyel, szabadon nem, mióta egyébként az önkormányzatok adósságállományát kifizették, viszont ilyen energia korszerűsítésre gyakorlatilag az önkormányzat ereje bírja, akkor minden további nélkül. Egy szónak is száz a vége. A jelenlegi testületnek arról kell dönteni, hogy belefogjunk-e. Ha belefogunk, akkor határozzunk meg egy hitelkeretet, ez jelen esetben 150 milliós nagyság, és amikor ezt megkapjuk, akkor döntünk, hogy kell vagy nem. Addig készítsük elő egyébként a közbeszerzésnek a feltételeit, és utána válasszuk ki a legjobb konstrukciót. A hitelnek az a jó, hogy majdnem fele annyiba kerül, mint az eszkort típusú történet. A hitelnél érdekeltek vagyunk, hogy minél több önerőt rakjunk bele. Ez 150 millió forint, ez egy hitelkeret, és a kereten belül majd a testület az adott helyzetében megállapítja, hogy ehhez mennyi 50-et, 80-at, 10-et, mennyi önerőt képes berakni. Azt számoljuk, hogy 29 millió megtakarítás mellett ez egy 5,5-6 év alatt maximum megtérülő történet. Ezért most, mikor már a finisében vagyunk ennek a történetnek, döntenünk egyrészt, egyáltalán belevágjunk-e, majd utána ez hogyan rendeljük hozzá egyébként a költségvetésünket, és ez alapján elindul a folyamat. A bizottság elnök asszonyára nézek, a bizottságban jelen volt egy képviselőn kívül mindenki, végtárgyaltuk a napirendet, egyértelműen az álláspont, hogy vágjunk bele, és a bizottság határozatban javasolt, kiküldött határozott javaslat szerint támogatta a napirendi pontot. Kérdést teszek föl, van ehhez kérdés, hozzászólás, észrevétel? Nekem már csak technikai jellegű kérdésem van, hogy amennyiben megvalósul ez a projekt és új lámpatestek kerülnek kihelyezése, azt mi fogja eldönteni, hogy hova kerülnek kihelyezésre, és milyen módon fogjuk ezt eldönteni, csak azért kérdezem, mert hozzám is pont egyébként a napokban érkeztek ilyen megkeresések, hogy például a Spárnál, ami most új zebra, hogy nagyon nehezen észrevehetőek az átkelők, a gyalogosok, most történt is ott egy baleset, hogy ezeket a szempontokat figyelembe vesszük-e, vagy mi alapján fog eljönni, hogy hova kerülnek kihelyezésre olyan lámpatestek, amik előtte nem voltak? Mint mondottam, a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi ezt már megterveztettük. A tervezők ilyenkor modellezik azt, hogy milyen fényerőnek kell lenni, mennyi az összemetsződés, és a városban van-e olyan közterület, ahol ez egyébként nem elégséges. Úgy, ahogy mondtad például, hogy gyalogátkelőjeknél ott kiemelten meg, hogy mennyi watttal erősebbnek kell lenni. Egyébként ez a baleset sajnos nem ilyen miatt történt, hanem az illetékes nénet ismerek nézte, hogy az unokája mosolja az autót az automosóba, csak közben elfelejtette, hogy halad az úton, és a szabályosan közlekedő, zebrán közlekedő balesetet szenvedett a szegény, semmivel nem téve ilyen helyzetbe jutott. Tehát ezt ilyenkor például én láthattam a tervezőknél azt a modellezést, amikor ma már az informatika lehetőséget ad arra, és itt az a fontos, hogy mikor például meghatározzák, hogy ilyen wattos és ilyen teljesítményű izzóknak kell lenni, akkor csak az azzal egyenértékű műszaki tartalmat lehet egyébként idézelben használni és megvenni.
És mint ahogy mondtam, ez a monitorozás létrehozott olyan állapotot, amikor egy-egy kisebb utcába, vagy egy utolsó lámpatest, ami még messzebb, oda igenis mást írtak elő. És helyeknek mondom még csak azt, hogy az, ami kisteleken mondjuk, sőt az országban nagyon sok helyen, ezek a fajta lámpatestek, amilyen talán nátrium alapú, ezeket már nem gyártják. Ezek nyilván vannak raktáron még 3 évig, 4 évig, de az is előfordulhat, hogy aki ebben nem lép, egyszer csak nem tud lenni egy olyan garanciális javítás, hogy az elromlottat kicserélni. Egyébként ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy az jelenlegi lámpatestek, azaz MVM DMAS volt régen, mindannyian így ismerjük. Ezt az önkormányzat meg kell, hogy vegye ezeket a lámpatesteket, magát a tartószerkezetet, amiben egyébként utána behelyezik az új ledes típusú, nevezzük ízónak, világítótestnek. Ebbe egyébként beletartozik az, hogy mondjuk a Szent István Park, vagy beletartozik mondjuk a templom megvilágítása, mindaz, ami közvilágításról megy, ebbe beletartozik. Én azt remélem, hogy egyébként ez a 150-60 milliós előzetes költségbecslés, ha megversenyeztük a technika résztvevőket, minimum 5 ajánlattevővel, akkor ez egyébként még csökkenni fog. Parancsolj! Köszönöm a kérdést! További kérdés nincs. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy a másik napirendi pont előterjesztési határozati javaslatot, aki támogatja, a bizottság is ezt tette, az kérem kész felnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Harmadik napirendi pont, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségi megállapítása 2024 évről szóló 15/2024 önkormányzati határozat módosítása. Katát meg szeretném kérni, van szóbeli kiegészítés, mert nem volt mindenki a bizottság ülésen ehhez. Vagy fordítsd le magyarra egy kicsit. Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik, a beruházás kapcsán hitelfelvételt kezdeményez az önkormányzat, a kormányengedélyhez szükséges a februárban elfogadott határozat módosítása. Ezt a határozat minden évben a költségvetés előtt meghozza a testület, hogy a rendeletben előírt saját bevételei fedezetet nyújtanak el a hitelre. Ugye ez csak 50% mértékű lehet, amit az előterjesztés is tartalmaz. És ezt a határozatot azért kell módosítani, mert új hitelt kívánunk fölvenni, és meg kellett vizsgálni azt az összeget, hogy az új hitel felvételével a hitel lejártáig ezt az 50%-os korlátot elérjük, vagy nem. És az előterjesztésben látszik, hogy nagyon messze vagyunk még ettől a határtól, tehát ez a feltétel adott. A kormányzati engedélyhez szükséges a költségvetés aktualizálása, ami szintén napirendi ponton van. Egy hitelszerződés tervezett, ami szintén benne volt az előterjesztésben, hogy milyen kamatterheket jelent az önkormányzat részére, és ez a határozat az, ami szükséges ahhoz, hogy a hitelfelvételhez a kormányengedély eljárását megkezdje az önkormányzat. Köszönöm szépen. Kérdés? Bocsánat, hogy egy csomag ez az egész. Rozikára nézek, hogy a bizottság is egy hangulat támogatta, hogy Solt egyéb különlegesebb kérdés észrevészel, hiszen úgy tűnik, hogy mindannyian szeretnénk. A határozati javaslatot megkaptátok, a kiküldött határozat alapján, határozati javaslat alapján, aki ezt támogatta, tudja, ezt kérem kész felnyitással jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazott, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Hármas adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeink megállapítás 2024 évről, bocsánat, Kisteleg város önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló előbb említett rendeletmódosítása, ugye az alapján rendeletmódosítása, Kata, van ehhez két szót esetleg, az előbb elmondta gyakorlatilag. Egyrészt ugye aktualizáltuk, másrészt korábbi testületülésen is elhangzott, hogy új költségvetési intézményünk van, ennek az átvétele megtörtént július 1-től. Azóta eltelt időszakban szükségessé váltak olyan korrekciók a rendeletben, ami a számíteli feladatok ellátására szükségesek. Ezeket átvezettük, az előterjesztés ilyen módosított anyagokat tartalmaz. Intézményeknél saját bevételek terhére szintén belsős csoportosításokat hajtottunk végre, állami támogatás, a korrekciói is szükségessé tették ezt, illetve a hitelfelvétel kapcsán még a 24-es költségvetés adózási terhet nem jelent, ugyanis a felvétel utáni törlesztés majd csak 26-ban kezdődik meg, tehát ezt a
aktualizálást a költségvetésünk nem igényelte, hogy az előzőben tárgyalt hitelnek a terhét nem kellett még beállítani, mert 24-ben még nem jelent sem pénzügyi bevételt, sem kiadást. Csak az intézményeknek az aktualizálása miatt volt szükséges a költségvetés módosítása. Köszönöm szépen. Az új intézmény, ugye az STK-t, a szakrendelőt átvette a város. Van ehhez valami kérdés? Nincs, bizottság, ez is egy hangulat támogatta. Én is ezt teszem, aki a rendelet módosítást támogatja, ezt kérem készfelnyújtással jelezzen. Köszönöm szépen, ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Ötödik napirendi pontként egy tájékoztatás, hogy a 34. évi gazdálkodás hogy volt. Köszönöm szépen, ez azért volt, hogy picit lássunk, új képviselők is kerüljünk képbe, hogy hogy állunk. Ennek nyilvánvaló a lényegesebb, vagy a véges története, majd a jövő évi zárszámadás, amikor minden pontosra kerül. Ez egy aktuális jellegi állapotot tükröz. A bizottság meghallgatta, megértette és hozzáfűzni való nem tett hozzá. Kérdezem, beszéljünk-e róla többet, nem kell? Aki a napirendi ponthoz kapcsolódó, nincs határozott javaslat, de mégis szeretnének kérni benneteket így. Megértettük, hallgatólagosan elfogadtuk, aki ezzel egyetért, ezt kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm szépen. Kisteleki polgármester hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, tehát a hivatal, jegyzőasszony két szóval egyszeres. Mi az indoka ennek? A kisteleki polgármester hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát indokolta, hogy a szabályzat tartalmazza azon költségvetési szervek intézmények felsorolását, ahol a gazdálkodást a polgármesteri hivatal látja el. Jelen esetben ugye július 1-től új költségvetési szerv intézményünk jött létre, az egészségügyi intézmény, ez a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ, és tulajdonképpen ennek az intézménynek, költségvetési szervnek a megjelölését kell, hogy tartalmazza az SMS melléklete, illetve tekintette arra, hogy az SMS rendelkezett arról, hogy a jegyző helyettesítését az aljegyző látja el, és mivel már aljegyző 2024. január 1-től nincs a hivatalunknál, ezért ennek a szakasznak a módosítása is szükségessé vált. Jelen esetben ugye a jegyző helyettesítését az önkormányzati iroda hatósági feladatait ellátó köztisztviselő látja el, nálunk dr. Farkas Kinga. Úgyhogy ez a két pontban történt SMS módosítás. Köszönöm szépen. Észrevétel, valami hozzáfűzni való kérdés, parancsoljára. Ezt elfogadom. Lenne még egy kiegészítő javaslatom az SMS-hez kapcsolódóan, amit a múlt alkalommal kihagytunk gyakorlatilag. Az egyik talán szerintem legfontosabb, hogy a lakosságot vonjuk be és tájékoztassuk minden esetben. És szó van az SMS-ben a évente megrendező fórumokról, megrendezendő fórumokról és közmeghallgatásokról, viszont nincs konkretizálva. Ugye az önkormányzati törvény kimondja, hogy évente legalább egyszer kötelező közmeghallgatást tartani. Én azt javasolnám, hogy ezt nevesítsük, és év végére, vagy november vége, vagy decemberre vegyük be az SMS-be, hogy ekkor megtartjuk az évente egyszer közmeghallgatást. Egyébként meg, hogyha szükség van rá, akkor több alkalommal is lehet. Akár lakossági forma, akár közmeghallgatást tartani. Jelen esetben most a polgármesteri hivatalnak a szervezeti működési szabályzatáról beszélünk. Tehát amiről képviselő úr említést tesz, hogy közmeghallgatás, az önkormányzatnak és a képviselőtestületnek a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tartalmazza. Tehát jelen esetben ez a szabályzati közmeghallgatásról. Ez nem az SMS, ezt alapülülésen ugye elfogadtuk, szerintem arra gondoltál, Gábor, ugye? Tehát amit tárgyaltunk alapülésen, az önkormányzatnak az SMS-ére gondolsz. Most a polgármesteri hivatalnak tárgyaljuk az SMS-ét, ebben a közmeghallgatás lakossági fórum és a lakossággal való kapcsolattartás nem szerepel.
de minden tovább, mint lehet következő bármi követésre. Igen, tehát javaslom, tehát, hogy évvégén tudjuk egy hát azt egyébként is olyan közmeghallgatást, azt ez volt eddig a gyakorlat. Egyszerben szoktuk, és azt mindig igen, megbeszéljük, hogy akkor. Köszönöm szépen. Egyéb. Aki a napi rend szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, jegyzőnő ismertetése mellett, azt kérem kézfelnyújtásra jelezzen. Köszönöm szépen. A napi rendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot képviselő testület egyhangúan támogatta. Kisteleki polgármesteri hivatal, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő intézmények közötti munkamegosztás megállapodások felülvizsgálata elfogadása. Igen. Jó, ahogy, és egy picit kapcsolódik ugye az előző napi rendi ponthoz olyan tekintetben, ugye, hogy létrejött az új intézményünk, egészségügyi központ, és ugye a jogszabály meghatározza, hogy korábban úgy rendelkezett, hogy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, és ugye ez most már csak költségvetési szervről szól a jogszabály, illetve van 4 olyan intézményünk az egészségügyi intézménnyel együtt, ahol a gazdálkodás feladatát a kisteleki polgármesteri hivatal látja el egy megállapodás keretében. Ezeknek a megállapodásoknak a felülvizsgálatára került sor a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, illetve az új egészségügyi intézmény tekintetében pedig egy új feladat, egy munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás került elkészítésre, tartalmi elemei minden 4 intézmény vonatkozásában ugyanazok. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdés. Napirendi ponthoz van-e valami kérdés? Minden 4 megállapodás, 4 külön határozatot kell erről hozni az intézményekre vonatkozóan. Annyi kiegészítés, hogy a kisteleki óvoda bölcsödés, a mini bölcsödé, illetve a szociális központunk társulási fenntartásban van, az óvoda térségi intézmény társulás fenntartásában működik, a szociális intézmény pedig a kisteleki környéki települések több célú társulásának fenntartásában. Az ő 2 intézmény vonatkozásában ezt a megállapodást nyilván majd a társulási tanács is a során következő ülésén jóvá fogja hagyni, hogy elfogadja. Köszönöm, az egyik ilyen térségi intézmény társulás, ezt már többször elmondtam, 13-ban, amikor 2013 január 1-től működik, ez elsősorban arra volt szükség, igazgató úrra nézek, mert Csengelén egyébként olyan kicsi létszámú volt az óvoda, hogy az önmagában nem hozhatott. Ja, bocsánat, mit mondtam? Pusztaszeren alacsony létszámú volt az óvodások száma, és emiatt önálló intézményként nem tudott volna szerepelni. Viszont mi bevettük a nagy rendszerünkbe, természetesen önállóan megmaradva, és az az átlag, ami egyébként velünk együtt már létrejött csoportokra bontva, ez megfelel a jogszabályi körülményeknek. Így azt gondolom, Pusztaszernek ezzel sokat tudtunk segíteni, hogy az ottani gyerekek maradjanak az ottani ódájukba, bölcsődéjükbe, és ne kelljen egyébként máshova elvinni őket. Ez elsősorban miattuk volt ez a fajta, nyugodtan mondhatom, hogy segítség. De azóta is működik, csak azt kell erről tudni, hogy nyilván mindenki a maga területért felelős. Mi véletlen se szeretnénk kistelekről beszólni ahhoz képest, hogy itt van a társulás központja, hogy ott ki legyen, meg kit vegyenek fő, kit nem vegyenek fő, mire mit költsenek. Tehát az ő szuverén joguk, és ez azt gondolom közel 11 éve jól is működik. Tehát az egyik ide ebbe a társulásba eddig jó magam is igazgató úr volt delegálva, Pusztaszerről volt, ugyanúgy az óvodavezető és akkor még polgármester, most már polgármesterasszony. Nekünk arról kell dönteni, hogy a napirend szerint továbbra is jó magam is, Sejben József igazgató úr, de az már a következő napirend. És egy 4 határozatot kell hozni. Első határozat maga a munkamegállapodások, ugye? Igen. Aki a nap, bocsánat, az előterjesztés szerint első határozatot támogatni tudja, azt kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm. A következő ilyen szervezetünk egyébként a kistelek.
róla. A következő a szociális intézmények miatt alakítottuk ki a több célú társulást. Azt kell tudni, hogy a járás települései, azok jellemzően gyerekjólét, szociális munkákat együtt sokkal könnyebben tudnak szakmailag végrehajtani, mint egy-egy település magában. Természetesen ez nem jelenti, hogy mindenben, az adott települések egyébként ebben különböznek egymástól, és a gyermekjóléti szolgálat is hál' Istennek jól működik. Itt a határozatot most kell ehhez valami kérdés észrevétel bizottság tárgyalta, változatlan formájában, én is változatlan formájában támogatom, aki ezzel egyetért kérem kész felnyitással jelezze. Köszönöm szépen, egy hangú határozat. Itt a Kisteleki Polgármesteri Hivatal, valamint a Kisteleki Edevárosi Könyvtár közötti munkamegosztás. Itt egyetlen egy, az első napirendi, vagy az első... A hármas számú határozat első pontjában ott van egy előterjesztés utáni egyes pont. Egyes számú melléklet, ott egy elírás történt, hármas számú melléklet. Kérem, azt mindenki javítsa ki, és az alapján fogadjuk el. A bizottság ezt is egy hangulat támogatta, én is ezt teszem. Aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, leszavazott tartózkodás nem volt. És a negyedik a Kisteleki Polgármesteri Hivatal, valamint a Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ közötti munkamegosztás és felelősségvállás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás elfogadása. Ezt ugye nem régóta visszük ilyen formában, a bizottság ezt is egy hangulat támogatta, kell erről még külön beszélnünk, ha nekinek esetleg hozzáfűzni valója nincs, akkor a határozott javaslatom kiküldöttek szerint, a bizottság is ezt javasolta egyébként elfogadásra a testületnek változatlan formában, aki ezzel egyetért kérem készfelnyitással jelezze. Köszönöm szépen, tartózkodás nem volt. Jó, köszönöm szépen. Most pedig személyekről. Döntés a társulásba, tanácsba, társulásba történő delegálásról. Mint az előbb mondtam, a társulásnál gyakorlatilag, mint puszta szerep, mint Kisteleken polgármester és az intézményvezető volt a társulásba delegálva. Határozott javaslat most is ezt javasolja, bizottság is ezt javasolta, van ezzel bármi más egyéb. Térségi intézmény társulásból ugye ott két delegált kell a testületek részéről, Sejmen József volt az egyik, másik meg a polgármester. És külön kell szavazni a társulásunkért. Aki ezzel egyetért? Külön. Külön? Igen. Aki egyetért, bocsánat, személyekre is külön? Nem, az első határozott javaslat. Én, az első határozott javaslat, még ehhez azt kell tudni, hogy nyilván polgármester távolítképp az alpolgármester Dominics János helyettesít. Ezzel így egyetért kérem készfelnyitásra jelezze. Köszönöm szépen. Célú társulásban általában eddig az volt a gyakorlat, itt a 6 önkormányzat, 6 polgármester képviselte egyébként, és távol létében meg az alpolgármester, ezt javasolta továbbra is a határozott, a bizottság is ezt javasolta, aki ezzel egyetért, ezt kérem készfelnyújtásra jelezze. Köszönöm. Harmadik. Homokhátő önkormányzatok kistérségi társulása, annak is tagja vagyunk. Itt ezekben a pontokban jellemzően a delegált a polgármesterek, helyettesítője pedig az alpolgármesterek. Mi itt ebben nagyon picit vagyunk jelen, de mégis egy közös pályázat révén benne vagyunk. Továbbra is ezt javasolta a pártzat, ezt javasolta a bizottság is, aki ezzel egyetért, kérem készfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, leszavazott, tartózkodás nem volt. Bocsánat, szerintem végig kell menni, amikor új fejezet indul, akkor ezeket a régeket meg kell erősíteni. És van a délalföldi térségi hulladékgazdálkodás társaság, amiből szerintem már a mi feladatunk szinte okafogyott. Ha jól tudom, januárban lehet kezdeményezni majd, hogy ebből kilépjünk, nem értem már mértékadon, nem szerepünk, nem is kell, hogy nagyon eljárjunk, de mégis
jó magam voltam polgármesterként delegálva a tanácsba, muszáj még megerősíteni a bizottság, ugye ezt javasoltam ki ezzel egy parancsnokával. Csak egy formai vagy, Nagy Sándor polgármester, vagy Nagy Sándor alpolgármester szerepel? Igen, azt javítottam, de szombaton küldtem egy e-mailt, hogy ott alírás történt, és azt ki szeretném javítani. Igen, valóban nyilván értelemszerűen Nagy Sándor, nem is Nagy Sándor fogja helyettesíteni, hanem a polgármester Domonics János, mint az előző határozati javaslatokat. Köszönöm szépen az elírást, azt módosítottuk, köszönöm az észrevételt. Szavazást teszem fel a kérdést, aki elfogadásra javasolja ezt kérdés készvénytársához. Köszönöm szépen, elászavazott tartózkodás. Nem volt. Most jönnek az összeférhetetlenségi okok miatt a változások. Döntés Kárpátia Kincsesház Kistelet Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról. Hozik, amit megválasztott képviselő, aki eddig egyébként a... Samu Emese volt a Nonprofit Kft.-nek az ügyvezetője. Az Emesét annak idején azért hoztuk be igazából, mert pénzügyi szakember, és mégis egy KFT-KFT-nak a pénzügyeit, pénzügy részéről pontos felelősség van. Azonban szeptember 1-től fölvettük Benkő Beátát, nem tudom, itt van Kocsisné Benkő Beátát, aki Isten hozott nálunk. Természetesen innentől triviális, hogy van most már a gazdája ennek a fajta közművelődésnek és a háznak, és Beátát javasoljuk, hogy ezt a feladatot vegye át. Mesi már kérte is, hogyha lehet, akkor ezt ő nem szeretné folytatni. És így a képviselőtestület felé azt a változást tesszük, hogy először is fogadjuk el Mesinek a lemondását, majd pedig a következő határozatban döntsünk Beátáról, parancsoljuk. Még mielőtt tovább haladunk így a következő napi rendi pontokon, ugye itt most 4 pozíció csere lesz eszközölve, 4 személyt nevezünk ki. És sajnos fölmerültek bennem olyan aggályok, amelyeket úgy gondolom, hogy megosztok a testülettel, meg a nézőközönséggel is, amik arról a tűről fakadnak, hogy én nagyon szerettem volna, vagy boldog lettem volna, hogyha legalább egy motivációs levelet, vagy egy önéletrajzot mellékletként kapunk az írásbeli előterjesztéshez. Rietén módon sajnos csak a neveket kapjuk meg, és nem volt alkalmunk arra, hogy meggyőződjünk a személyes kvalitásairól, vagy inkább, ami engem jobban érdekel, a személyes motivációról, milyen tervei, elképzelései vannak, akár egy személyes meghallgatást is nagyon szívesen vettem volna. Nyilván ezeket az aggályokat könnyű azzal leszerelni, hogy mindig is ez volt a szokás, vagy hogy más önkormányzatoknál is hasonló az eljárásrend, de én annak a szellemiségnek szeretnék itt képviselője lenni, ami a régi kissé berozsdásodott szokások elébe megy, megreformálja esetleg azokat. Így módon én sajnos végig fogom tartózkodni ezeket a napirendi pontokat, és ez legkevésbé sem azok ellen szól, akiket itt most kinevezünk, mert ők erről nem tehetnek, ha egyszer nem kértek tőlük önéletrajzot, vagy motivációs levelet, akkor nem az ő hibájuk, hogy nem küldték ezt meg. Pusztán én ezt a jövőre nézve úgy gondolom, hogy egyfajta hasznos újításnak tudnám elképzelni, ami akár így a versenyt is kissé élénkíti. Én biztos, hogy nyugodtabb lettem volna, hogyha ez így történik. Mert itt bizonyos esetekben olybá tűnik, mintha ez egy családi vállalkozás lenne, holott ezek közalapítványok, közpénzek, és egyfajta ilyen piaci jelleget is nagyon szívesen látnék, legalább a kiválasztási folyamatban. De aláhúzom azt az állításomat, hogy nem a személyekkel van bajom, hanem kicsit az eljárás rendel, én egy picit elégedetlen vagyok, de hogyha gondolják képviselőtársaim, akkor ezeket az aggályokat oszthassák el, vagy szálljanak szembe az érveimmel. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag én folytatnám, amit képviselő úr elkezdett mondani. Ugyanezen okok miatt én csak a Kisteleki Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjét tudom igennel megszavazni, azért, mert ő teljesen más irányból, de ismerem a munkásságát. A többiek közül van olyan, akit gyakorlatilag a neve semmit nem mond. Szerencsésebb lett volna szerintem is, hogyha belelátó képviselőként mi is abba, hogy milyen módon történik a Lendő ügyvezető kuratóriumi tagoknak a kiválasztása, megjelölése. Kicsit ebben mi is belelátnánk,
kormánynak minden képviselő. Úgy gondolom, hogy ez egy közös döntésnek kell lenni. Egyet, tehát gyakorlatilag csak egy nevet láttunk 5 nappal a testületi ülés előtt. Főleg úgy nehezményezem egy kicsit ezt, hogy a Köznevelési, Közművelődés, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökeként például nem tudom, hogy milyen metódus alapján történt a javaslattétel a kisterületes művelődésért és sportéletért közhasznú közalapítvány kuratóriumi tagjainak a leendő kinevezéséről. Úgy gondolom, hogy ezt ennek a bizottságnak az elnökeként talán szerencsésebb lett volna, hogyha akár tanácskozási joggal, mint itt most mondjuk szavazni is fogunk róla, de hogy beleláttunk volna egy kicsit a döntési eljárásba. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Én is azt gondolom, hogy bizonyos információkat érdemes lenne előtte megosztani a képviselőkkel. Most már új képviselőtestület van. Lehet, hogy régen ugye így működött a történet, de én azt gondolom, hogy ez direkt módon elébenünk teszik az adott növeket, és ezt meg kell szavazni történet. Én javasolnám, hogy a továbbiakban hasonló esetekben beszéljük meg előtte a képviselőtestület, egyezzünk meg, javasoljunk, adjon lehetőséget, kapjon lehetőséget más képviselő is adott esetben elmondja a véleményét. Így most tényleg egy direkt elégünk, tehát nevek vannak, nem kétség, hogy meg fogja szavazni a képviselőtestület egyébként, hiszen többsége vannak, de én is van olyan név, akivel nem értek egyet. Most adott esetben ugye a mostani előterjesztés, amiről konkrétan szól van, az a Beáról szól. Bea egy nagyon jó szakember, tehát őt mindenképpen én azt gondolom, hogy javaslom. Ugyanakkor a továbbiakban vannak olyan esetek, amik nem fogok tudni megszavazni. Köszönöm szépen, persze, köszönöm szépen a kritikát. Most azt gondolom, az első az talán úgy tűnik, akkor ezek szerint egy könnyebb feladat, amikor a Kárpátia Kincsesház non-profit Kft.-jének Samuel-messe kérte a lemondását. Ezt tiszteletbe tartjuk, aki ezt elfogadja, azt kérem készfenyítást jelezze. És a szeptember 1-től hozzánk beérkező Kocsisné Benkő Beáta, akit erre fölkértünk, és ezt a munkáért ő felelős, ő meg ezt elvállalta. Aki az ő személyével egyetért, azt kérem készfenyítása jelezze. Köszönöm. Kettő tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta Beának a kinevezését. Bocsánat, ehhez még azért annyit hozzáfűzhetek, hogy szerintem Bea már itt van, ugye szeptember eleje óta is, ugye rendezvények, szervezésében részt vett. Tehát akit azt gondolom, hogy érdekel a munkája, hogy mire képes, akkor az már betekintést kaphatott erre. Tehát teljes egészében azt állítani, hogy nem ismerjük az új munkásságát, szerintem nem álljam a helyét, hiszen már a gasztronómiai fesztivált ő szervezte, illetve hogy a szomszédos településen dolgozott, tehát úgy, hogy a Mészáros Gábor is elmondta, hogy a munkásságát azért ismeri. Én ezt csak ennyit szerettem volna ezt hozzáfűzni, de természetesen... Nem a személyekkel van, elmondták a módszerben. Nekem a tájékoztatás hiánya az, amivel a problémám van. Azt, hogy Benkő Beáta itt dolgozik, én ezt gyakorlatilag a Facebookról tudtam meg képviselőként. A gasztronómiai fesztiválon betegség miatt nem tudtam részt venni, úgyhogy én képviselőként innen értesültem, nem tudom milyen pozícióban került ő felvételre. Azt tudom, hogy itt dolgozik, még nem volt alkalmam megismerni, mint ahogy Viktor is mondta, Gábor is mondta és én is. Természetesen senkinek nem a személyével van a gondunk, hanem az ismer, tehát az, hogy nem ismerjük őket. Én emiatt nem ismerem őket. Igen, én úgy gondolom, hogy így a mai korban annyit kérni, vagy elvárni, hogy egy pár oldalas motivációs levelet, meg egy fényképes önéletrajzot mellékletként kapjunk, az szerintem egy annyira alap dolog, hogy akár a jövőben ezt el is fogadhatjuk, így gyakorlatnak. Én azt gondolom, hogy ezzel még senkit nem sértünk, az se, aki már nagyon jó munkát végez, hogy legyen kedves egy kétoldalas kis dokumentumban kifejteni, hogy milyen elképzelései vannak, miért szeretné ezt a pozíciót betölteni. Szerintem ezzel csak gazdagodik a mi mindennapi munkánk. Annyit tennék még hozzá, hogyha
Ugye az alapítványnál nyilván azt, ott megemlítése is került a legeslegelső munka megbeszélésen, hogy ott összeférhetetlenség áll fenn, de nyilván a többiről, a Városfejlesztési Kft. Kincsesház esetében gyakorlatilag itt az 5 nappal ezelőtt megkapott előterjesztésből értesültem. Nyilván utána a cég kivonatból már tájékozottam én is, hogy kik az ügyvezetők, és mondjuk ugye MSI-nek más úgy történt a lemondása, de itt is az információ hiánya. Ha esetleg hamarabb tudomást szerzünk arról, hogy itt milyen területeken van összeférhetetlenség vagy várható lemondás, akkor esetleg nyílt volna arra is lehetőség, hogy mi is akár több más képviselő is javaslatot tegyen, esetleg az ügyvezetők, kuratóriumi tagok személyére. De úgy érzem azzal, hogy 5 nappal az testületi ülés előtt látunk egy nevet, akit vagy ismerünk, vagy nem, gyakorlatilag 5 nap nem elég arra, hogy el vagyunk vágva attól a lehetőségtől, hogy javaslatot tegyünk ezeknek a tisztségeknek a betöltésére. Köszönöm. Most is lehet tenni javaslatot. De nyilván 5 nap alatt nem. Jó, csak csak annyit mondanék hozzá, hogy mielőtt, tehát hogy most csak saját nevemben beszélek, tehát hogyha valaki azt képzelné, hogy mi adhok hozunk döntést, megszavazott, tehát én a Beát is, meg mindenkit, akit meg fogok szavazni, régóta ismerek, tehát nem adhok jellege, meg nem kell nekem bemutatkozni, hogy mikor érettségizett, hova járt gimnáziumban, ő például pont Kisteleken is végzett, tehát nem adhok hozott döntés, hanem tudom mondani. Én ezt is elfogadom, viszont tovább érted, hogy nem tudom, mi alapján kerülnek ezek a nevek az előterjesztésbe, akik bekerültek, nem tudom, ki dönti el, nem tudom, ki teszi a javaslatot, és mit volt. És egy picit ettől nekem ilyen zavaros lesz a történet. Parancsoljuk. És pardon, itt nem csak arról van a szó nyilván, hogy itt közülünk ki kit ismer, és ki kivel van megelégedve, hanem hogy a nézők és a lakosok és a kistelekiek is tudják, lássák, hogy mi alapján kerültek ők kiválasztásra. Tehát nem csak az a lényeg, hogy mi így 89-en kit ismerünk és kivel vagyunk megelégedve, hanem hogy minden kistelekinek legyen hozzáférési lehetőség az információkhoz, és belelássanak a döntéshozatali mechanizmusokba. Ez segíteni az, hogyha nyilvánosan ki tudnánk tenni mondjuk egy motivációs levelet és egy nyilvánra az adókban. Köszönöm szépen. És annyit fűznék hozzá, hogy ha mi sem tudjuk, hogy ez a döntési mechanizmus hogy működik, akkor nyilván a lakosság még úgyse fogja tudni. Köszönöm szépen! Mentségéül legyen szolgálva mindenkinek, hogy ez egy ad hoc állapot, amikor egy képviselőt megválasztottak, és neki egyébként összeférhetetlen. Jelen esetben a következőknél Vas Rozáliának képviselőségi munkája nem fér az össze, hogy továbbra is az alapítványba legyen vezető, ezért természetesen ő, aki abban dolgozott, őt kértem meg arra, hogy az alapítványon belül a kuratóriumi tagok közül van, aki egyébként elvállalná. Másodszorban egyébként ezeket a felületeket, csak hogy a fontosságát értsük, elsősorban arra használjuk, hogy pályázó felületek legyenek, ami az önkormányzat teljes tulajdonú egyesületei, cégei és alapítványa. Itt elsősorban nagyon sok olyan pályázat van, egy szervezet csak egy pályázatot adhat be, és ebből sok olyan kisebb, apró fejlesztési forrásokat tudunk hozni, amivel gyakorlatilag ezt a felületet tudjuk használni. Bocsánat, hogyha nagyon ledegradálom, de elsősorban erről szól ez a történet. Jó, köszönöm szépen! Akkor ott tartottunk. Köszönöm szépen! Döntés Kisterek Városfejlesztési Kft. Ügyvezetésének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról. Rozika vitte eddig ezt a Kft.-t, mint mondottam, összeférhetetlen, neki erről le kellett mondani, és arra kértem egyébként, hogy ki az, akit be tudunk hozni mellette. A Bozsány Iccusra esett a választás, aki ugyanilyen másik ilyen, bocsánat, pályázófelület céget visz, hogy elvállalja, ő azt mondta, hogy igen, és ezért is kellene javaslat. Tehát semmi nagy fókusz nincs mögöttem. Én elkezdtapazásban. Jó, köszönöm szépen. Akkor először el kell fogadnunk a összeférhetetlenséget, aztán kell a személyis érintettséget, bocsánat, az, igen, tehát Rozika bejelentett a személyért elfogultságát.
el kell fogadni, és határozatban? Aki azzal egyetért, hogy Rozikának személyis érintettségét, lemondását, és ezzel párhuzamosan, hogy le kell neki mondani erről a tisztségéről, vagy is választhat, bocsánat, hogy melyikről mond le, de lemondását, akkor az kérem én készfelhintással jelezze. Köszönöm szépen, egy tartózkodás mellett. A testület elfogadta. Ha ő a döntéshozatalból kérdezve, akkor nem szavaz. És ő ugye kérdezve közelés. Akkor előbe nem szavazott. Nem szavazott, úgyhogy 8 fő. Köszönöm. Az új ügyvezetőre tettetek javaslatot, Bozsány Jicus esetében. Aki ezzel egyetért, kérem készfelhintással jelezze. Köszönöm szépen. 2, tartózkodás, nem? Tartózkodás? Tartózkodás? Igen. 2 tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot, és itt egyből juttatását is meg kell határoznunk. Bozsány Jicus a másik önkormányzati KFT-nek is ügyvezetője, azt tudni kell, a jogszabály nem engedi meg egyébként juttatásban 2 helyről kapjon ezért az ügyvezetésért díjazást, ezért az egyik állapítja meg mind a kettőt, azaz 2x 72.500 forint bruttó, nagyjából 2x nettó 40.000 forint, és így jött ki ez a szám. Számomra megalázó, de ennél többet nem szoktuk. Aki ezzel így egyetért, kérem készfelhintással jelezze. Köszönöm szépen, elhangzott a tartózkodás. Nem volt. Döntés Kistelekváros művelődésért, sportjáért közhasznú közalapítvány kuratóriumi tagjainak lemondásáról, új kuratóriumi tagok megválasztásáról. Ismét Rozika Ahumó, aki ennek az alapítványnak a vezetője. Itt az alapítvány, de elmondtál te talán, összehívtad az alapítvány kuratóriumi tagságát. Kuratóriumi tagság előtt is le kell mondani, tehát ugye ezt a lemondástól megtettem, kuratórium választ az új elnökét, tehát ugye ez a kuratóriumi hatásköre a kuratórium tagjai közül, így a Müller Pétert választották az új elnöket, de én értem, hogy a tagságomat is a kuratóriumból törölni, és még Sándor Szidónia is, ezért két új tagot kértünk felvenni. Az új tagokra vonatkozóan az én, amit fontosnak tartottam, miután a televízió csak pályázatot voltunk üzemelni, és működni, hiszen maga a testület nagyon kis összegben támogatja, tehát a működésünk 80-90%-át eddig pályázati forrásokból hoztuk létre, ezért próbáltam egy olyan kuratóriumi tagot keresni, aki pályázati vonalon működik, ő a Gyenel Zsolt, aki meg tudja a pályázatokat írni, és én tudok neki abban segíteni az elején, hogy hogyan tudja ezeket megoldani és beadni. Hát az őszintén ezért merült föl új tagnak, ő ugye ezt a tagi fölkérést elfogadta, kell, hogy legyen egy pénzügyi forrás. A másik tag Helmulli, ugye, akinek van média végzettsége, ugyanis a televíziót média végzettség nélkül nem nagyon lehet üzemeltetni. Miután bárki azt gondolja, hogy ez egy családi vállalkozás, azt szeretném elmondani, a kuratóriumi tagoknak és az elnöknek fizetés nem jár. Tehát ez egy teljesen ingyenes társadalmi munka, amelyet én 15 év óta csinálok, és üzemeltetem a Kistelek televíziót azért, hogy akár a testületi közvetítéseket is meg lehessen mutatni, de vagy a testületi üléseket, illetve én azt gondolom, hogy a város számára rengeteg fontos dolgot hajtottunk végre. Mikor én a tévét átvettem, akkor 2-3 millió forint adóssággal vettem át, illetve a dolgozóknak nem volt fizetése, hónap óta, és ezeket nekem kellett mind helyreigazítani és megoldani, és azóta a tévé működik, a dolgozók kapnak fizetést, gondolom meg tudják keresíteni. Illetve ugye minden évben új eszközöket szereztünk be, és a televízió jól üzemel. Pont ezért tartottam fontosnak, hogy egy olyan ember vegye át a kuratóriumot, aki a mert ugye idegen külső ember nem fog a televíziónak segíteni, a kuratóriumi tagok azért valamelyest fontosnak tartják az egésznek a működését, tehát azért fontos, hogy egy olyan kollega vigyek tovább ezt a tagságot, aki képes a pályázatokat megoldani. Viszont médiás fizetség nélkül pedig a televízió nem tudja üzemelni, tehát nagyon egyszerű a képlet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megértettük. A tárgyi javaslat első része a Vas Rozáliának lemondását elfogadjuk. Ebből is szeretném mondani. Igen? Bocsánat.
triviális a kérdés, meg az elf, aki ezzel egyetért, kérem készfontásért, ezzel köszönöm szépen 8 szavazattal. És ugyanúgy Sándor Szidónia, aki külsős bizottsági tag, szintén összeférhetetlen. Azt szeretném mondani, hogy őnek is hasonlóképpen 2024. október 24-ig hatályú lemondását elfogadjuk. Aki ezzel egyetért, kérem készfontásért, ezzel köszönöm szépen, megállapítom. Mivel az elnökre, kuratórium elnökére nem mi teszünk javaslatot, maga a kuratórium azt erre döntött, és tiszteletbe tartjuk, hogy Müller Péter ezt elvállalta, és a két új kuratóriumi tag, Herr Mollik, közben bejelentett személyes érintettséget, aki ezzel egyetért, kérem készfelhívásán jelezze. Köszönöm szépen, ellenszavazat. Tartózkodás? Jött a képviselőtest 1, 2, 3, 4, 5 szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Három tartózkodás. A másik kuratóriumtag pedig Jenes Zsolt. Aki Zsolt személyével egyetért, azt kérem készfelhívást jelezze. Tartózkodás? 1, 2, ellen? Nem. Ellene? Ellen. Jó. 1 nem, 2 tartózkodás mellett a képviselőtestület támogatta a határozati javaslatot. Következő napirendi pontban adásvételi szerződéseket tárgyalunk. Az előző képviselőtestület még vételi ajánlattal élt a 316/10 1 hektár területi kivett beépítlen terület megnevezési ingatlanra. Ez ugye tudjuk a vasútállomás mellett lévő Harmadsanyi bácsi és Harmadsanyi bácsi lányáért lévő kétszer közel 1 hektár terület. 1 hektárt már ezt megelőzően megvettük, a sarkot, ami a tavon innen van, a kanyarba. Most tettünk 2 ajánlatot. Ugyanolyan négyzetméterrel van a maradék 2-ért. Gyakorlatilag a bizottság ezt tárgyalta, a bizottság egyhangulag javasolta. Régóta szerettük volna ezt, hogyha a város tulajdon lesz. Nyilvánvaló, hogy a vásár, strand egyéb szempontjából a jövőkép lényegesen könnyebb és tisztább helyzetbe kerül. Gyakorlatilag a megállapodás megtörtént. A bizottság egyhangulag támogatta ezt is. Kérdezem, van ehhez kérdés? Kiegészítés van az adási szerződésben. Jó, bocsánat, jegyzőnének van egy kiegészítő. Kistárk Bájtület 316/30 és helyrőzi számú ingatlanra készült adásvételi szerződésben. Ezt bizottsági ülésen elmondtam, Gábor nem volt jelen. Az egy pontja az adásvételi szerződésnek erre az ingatlanra vonatkozóan kiegészült egy 1-2 ponttal, amit föl szeretnék olvasni. Az ingatlan tulajdoni lakját terüli a Kereskedelmi és Hitelbank ZRT jogosult javára 16 millió forint, azaz 16 millió forint erejéig bejegyzett jelzálogjog, valamint ezen jelzálogjog biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom. Eladó tájékoztatja vevőt arról, hogy a jelzálogjog jogosultja felé fennálló tartozását rendezte, és terhek törlésére kiadott törlési engedély benyújtásával a haladéknak tehermentesíti az adásvétel tárgyát képező ingatlan. Tehát ez az egyik pont, amivel az adásvétel szerződés kiegészül, illetve a vételár megfizetése a negyedik pontban szerepel, és a negyedik pontnak a 4-2-es pontja, amely az első vételár rész megfizetéséről rendelkezik, ott az egy mondattal ki fog egészülni, ez pedig az alábbi. Ez az első vételár rész megfizetésének elengedhetetlen feltétele az, hogy az eladó az ingatlan tehermentesítse, és ennek igazolására az ingatlan tehermentes tulajdoni lapját a vevőnek bemutassa. Ez a két pont, amivel kiegészül a kiküldött adásvételi szerződés tervezet. Köszönöm. Tehát magyarul vevő, vagy az eladó tájékoztatott bennünket, hogy most már tehermentes, mi azt kértük, hogy ezt írásban ültsük hozzá, ez valószínűleg megtörténik. Ezzel a feltétellel, bocsánat, javaslom elfogadása, aki ezzel egyetért, ezt kérem, készfelhívásra. Köszönöm.
ellenszavazatavatkozás nem volt. Volt 316/10. Ez egyébként kerekenet hektár. Ez gyakorlatilag teljesen tiszta, idézett a tehermentes, még kiegészítésünk szükséges. Ez gyakorlatilag azt jelenti, nem tudom, helyére tudják-e, a tó az önkormányzati tulajdon, ami a vasútállomással szemben lévő horgásztó. Innentől kezdve gyakorlatilag az a kivétel, bocsánat, hogy személyesen mondom, Ambruséknak a telephelye, birtoka, üzeme, azt kivéve egészen Gáborékig, és egészen az Erzsébet utcáig, az most innentől kezdve önkormányzati tulajdon, a csatornán túl teljes rész. Akkor ezzel az adásvétellel is, amennyiben egyetértünk, azt kérem készülőnyitásra jelezzük. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a testület mindkét határozati javaslatot egyhangulag támogatta. Képviselő az, hogy megkérdezte a bizottság ülésen, hogy történik egy ilyen vétel csak a jelenlévőknek. Egy ilyen vétel az önkormányzati világban úgy történik, hogy fölkérünk egy hivatalos értékbecslőt, általában bírósági szakértő is legyen, aki egyébként erre az értékre tesz javaslatot, és ehhez képest teszünk mi jellemzően nem többé, egy vételi ajánlatot, nem mi találjuk ki az árat, és nem is tudjuk azt egyébként elfogadni, az eladó talál ki egy árat, nyilvánvaló annyi eladó, amennyire, vagy annyiért kell el, amennyire megveszik, de minket mindig alá kell támasztani egy hivatalos értékbecslés, ezt megelőzően. Következőkben két képviselői indítvány érkezett be Mészáros Gábor képviselőtársunk részéről. Egy, Mészáros Gábor önálló képviselő indítványa belterületek felújítása a Kenderföldsor utca aszfaltozása tárgyában. Képviselő úr azt kérte a beadványában, hogy soron kívül még az idén ezt az utat csináljuk meg. Fölteszem a kérdést, van-e erre lehetőség. 20 évig ebben dolgoztál, fölteszem a kérdést, van-e lehetőség. Úgy tudom, hogy tervezések előkészülnek a pályázattal. Azt gondolom, hogy van lehetőség. És akkor hogyan? Milyen szempontból? Finanszírozás szempontból? Nem, hogyan lehet akkor, mi a következő lépés, hogyan lehet ennek megfogni? Az utcaszállítás? Igen. Azt gondolom, meg kell rendelni, közbeszerzés, és akkor... Bocsánat, először közbeszerzés, utána meg kell rendelni, igen. Meddig szokott tartani egy ilyen közbeszerzés 94 millió forintos értéknél? Plusz évig ezt dolgoztál. Azt gondolom, van lehetőség az idén. Akkor parancsolj, segíts nekünk, hogy hogyan. Úgyhogy az önkormányzat intézi, csinálja és dolgozik. De mi? Konkrétan mi akkor a következő lépés? Közbeszerzésnek a kérés. Igen, ez meddig szokott tartani? Nem tudom, meddig tart. 20 évig itt dolgoztunk. Nem tudom, meddig tart. Közbeszerzést kiszokták kérdezni, mi szokták. A közbeszerzés az minimálisan 3-4 hónap. Nyilván közbeszerzés után, ez egyértelmű, a közbeszerzés után kérdős javaslom, nyilván akkor lehet módosítani ugye a javaslatot, hogyha a közbeszerzés elhúzódik, akkor a közbeszerzés után meg kell valósítani a kérdezést. De csak fölmerült a kérdés, egyáltalán ezt levegyük-e napi rendi pontról, mert bocsánat, nem értelmezhető a kérdés. Kint a gasztronómián, talán elmondtuk az, hogy ilyen hogy szokott történni. Megkaptuk ugye a támogató okiratot. Majd létrejön támogató szerződés, ezzel párhuzamosan megelőlegeztük magunkkal, hiszen úgy tudtuk csak konkrét műszaki tartalmat, elkészültek a tervek. Támogató szerződés birtokában beadjuk engedélyezésre, és ezzel párhuzamosan elindul a közbeszerzés. Ennek a közbeszerzése, csak hogy értsék a jelenlévők, most nemrég az egyik faluban, Domaszéken 81 millió forintos óvodá bővítést terveztek. Ezt a tervező egy tervezői költségvetés alapján meghozta. Majd egyébként, mikor elkészül ennek a
tervei, kiviteli tervei. Ezt ilyenkor, ennek megvan egy szabályos módja, hogyan lehet egyébként meghirdetni és megversenyeztetni, és milyen módon adhatnak rá a kivitelezők egy zárt ajánlatot. Ennek különböző kategóriái vannak. 50 millió forint fölötti értékben már úgy hívják, hogy nyílt eljárás, bárki, akinek erre képesítése van, adhat erre ajánlatot. Jelen esetben erre a például erre a domaszéki odabővítésre adtak 14 féle ajánlatot. Volt, aki Hajdúböszörményből, volt, aki nyilván Szegedő, volt, aki Bajáron, és ilyenkor megvan a hivatalos közbeszerző, akit szintén közbeszereztetnénk, hogy kicsinálhatja, az megállapítja, hogy egyébként mindösszesen kiadta a legjobb árat, a legjobb garanciát, jellemzően az ára legfontosabb, és ez alapján győz valaki. Ebben az esetben, például ebben az esetben, az előbb említettem, volt, aki 60 millió forintos ajánlatot adott a 81-re, és volt, aki 154-et. Tehát óriási szórás van ebben, és nyilvánvaló ilyenkor egyébként a közbeszerző azt is megteti, hogy a legszélsőségesebbeket kizárja, mert amit a tervező megállapított rendes program szerint, azt valószínűleg csak műszaki probléma vagy hiányosság alapján lehet annyiból megcsinálni, a nagy meg nagyon túlzás. Itt is valószínűleg én azt gondolom, hogy majd többen fognak jelentkezni, és remélhetőleg ilyenkor mindig az a fontos, hogy a legjobb ajánlat érjen abba bele, amennyit egyébként erre nyertünk. Parancsolj, Gábor. Szeretném röviden ismertetni az előterjesztésünk igazából, de előtt egy kérdés, hogy a ti elgondolásotok szerint meg szeretnénk várni a pályázatnak a támogatását az aszfaltozáshoz. Most amit elmondtál, azt mondtad, támogatási szerződés és majd. Én azt gondolom, hogy az előterjesztésemben is leírtam, hogy nem tudjuk, mi lesz a sorsa az uniós támogatásoknak. Jelen pillanatban Brüsszel visszatartja ezeket a forrásokat. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy nincs forrás erre. Lehet, hogy azt mondták egyébként a megyén, hogy támogatják ezt a projektet. Úgy tudom, még támogatási szerződés nincs. Nem vagyok benne biztos, de úgy tudom, én még legalábbis nem kaptam meg, mint képviselő, a támogatási szerződést. Tehát ez is még odébb van. De a forrásnak a megérkezése az még ettől is független. Tehát azt gondolom, hogyha majd esetleg az Unió támogatni fogja és küldi a pénzt, akkor van rá, akkor lesz rá erre lehetőség. Szóval én azt gondolom, az útjaink állapotát nézve, hogy igenis el kell kezdeni, és az önkormányzatnak akár saját forrással is hozzá kell kezdeni ezeknek az utaknak a rendbetételéhez. Ennek a folyamatnak az elkészítését 2024 őszén kezdjük meg. A közbeszerzés 3-4 hónap, kezdjük meg akkor a közbeszerzési eljárás, és ha kell saját forrással, később, hogyha érkezik a pályázat, akkor ezt ugye vissza tudjuk majd. De továbbiakban ugye a javaslatom szól arról is, hogy egyébként ebbe a pályázatba, amit március elején beadtunk, ez a TOP+ pályázat, ez egy 94 milliót kicsit meghaladós pályázat, 7 utcának az aszfaltozása tartozik bele. Én azt gondolom, hogy Kistelek összes utcája tönkre lett téve gyakorlatilag a szennyvíz pályázat beruházásakor, és bár előírta a pályázat, hogy minden utat a kivitelezőnek rendbe kell hozni, mégse történt meg, gyakorlatilag minden utcánknak aszfalt burkolata össze-vissza van tördelve, főleg a szélek, és alig lehet közlekedni rajta. Tehát magyarul készítsünk egy olyan ütemtervet az útjainkra, hogyha kell, akkor akár saját forrásként is, de tegyük rendbe, és ütemezzük be, mikor, melyik utcát, készítsük el ezt az ütemtervet, és ehhez én javaslom, hogy a járdáknak a rendbetételét is, illetve megépítését is tegyük hozzá, ugyanis Kisteleken gyakorlatilag nincsenek járdák. Ahol valahol a lakosok ugye megépítették, elkészítették saját erőből, ott van, de össze-vissza van, gyakorlatilag mindenki az utakon közlekedik az utcába, ami egyrészt balesetveszélyes, másrészt én azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű kis településnek azt mondjuk, hogy igen, fejlett, élhető kisváros szeretnénk élni, hozzá tartozik az is, hogy legyenek normális járványok. A javaslatom erről szól. Köszönöm szépen, Viktor! Először is tisztelt képviselőtestület, ezektől a vizsgáztatásra hasonlító jelenetektől nekem gyomorgörcsön lett, szaporában vett a szívem, visszadt a tenyerem. Lehet akkor valahogy másmilyen stílusba közelítsük meg a problémák megvitatását.
És eltekintve a konkrét javaslattól, és hogy ne veszünk el a nagy információ tengerben, arra teszek kísérletet, hogy egy kicsit ilyen egyenes beszéddel, érthetően, egyszerű mederbe tereljük a napirendi pont tárgyalását. Elfogadom a mostani szakmai jellegű problémákat, de ugye ez nem egy új keletű dolog. Ne menjünk annyira messzire, egy évvel ezelőtt, 2023. novemberében, közmeghallgatáson már be lett lengetve a Kenderföld sor felújítása, sokan örültek is neki, tapsot is kapott polgármester úr, én is ott voltam. Ezt követően 2024 áprilisában volt egy helyi lakossági fórum, ez a választási kampány hevében, bátrabban ígér az ember, de ott többen ott voltak, én nem voltam, de sok lakos nekem ott azt jelezte vissza, hogy az az ígéret született, hogy nyáron megindulnak a munkálatok. És sokan várták, hogy mikor lesz végre kész ez a, már bocsánat, Nyomvad-Kenderföld sor, hisz járásközpont vagyunk, mert olyan állapotban van, ezért a negatív jelző, mert nem méltó egy járásközpont jellegi ez, amilyen állapotban az az út van. Sokan várták a nyári munkálatok elindulását, de ez nem történt meg. Páran ott már azt jelezték, hogy azt a visszajelzést kapták, hogy szó se volt nyárról, ősz volt ígérve, most itt van az ősz, itt van újra, de még mindig nem történik semmi, úgyhogy én arra szeretnék választ kapni, és talán sokak is erre kíváncsiak, hogy egyrésztről lesz-e idén bármi a Kenderföld sorra kezdve? Idén, december 31-ig, ha nem, akkor meg mikor? Mi az a hónap, vagy mi az a dátum, amit tudnak garantálni, amit meg tudnak ígérni, így felvételen jegyzőkönyvben szereplő ígéretként, hogy végre mikor készül el ez az utca, mert ez egy régi-régi vágya környéken élőknek, amit már nagyon jól lenne orvosolni. Domnicsás. Nagyon egyszerű, hogy mindenki értse. Nem lehet egy ilyen projektből kiragadni egy utcát. A közbeszerzési összeszámítás miatt. Tehát a pályázatot együtt kell kezelni. Egyben lesz kiírva, és együtt lesz megvalósítva. Mikor? Mikor? Csak kérdezem, mikor? Gábor, ezt én is fülteltem ezt a kérdést. Csak kérdezem, az uniós forrásokat, ugye mi nem a jó képben egyébként, hogy a hogy éppen az aktuális kormány hol tart a tárgyalásoknál, és mikor jönnek az uniós források, mikor várható? De bocsánat, nem baj, de akkor mondjuk ki, nem tudjuk kisterkét, nem tudjuk, hogy mikor lesz megcsinálva. Idén valószínűleg nem lesz megcsinálva, ez egy helytálló állítás? Most kérdezem, bocsánat. Ennek a realitása, vagy mikor bocsánat, kellett, tehát, a realitása ott van, hogy megkaptuk a támogatói okiratot, a támogatói okiratnál most két levelezés, a támogatási szerződés kerül várhatóan egy-két héten belül aláírásra. Erre már nem kell várnunk, hiszen a támogatói okiratot megkaptuk. Ezzel párhuzamosan a tervező ma volt kint, pontosítottuk még, hogy azóta történt-e valami olyan dolog, mert megfúrták az utakat, megfúrták, nem tudom, lehet, hogy még ott nem, de várhatóan, hogyha majd valakik mozognak, és itt ilyen fúrásokat végeznek, azt nézik meg, hogy az alépítmény egyébként milyen állapotban van. Ezzel párhuzamosan a geodézia az már rég elkészült, és ilyen, bocsánat, ezek után mi párhuzamosan a közbeszerzési szakértőnk Géci József volt kint, mikor megkaptuk a támogató jövőkodatot, és elkezdjük előkészíteni a műszaki tartalom függvényében a közbeszerzést. Azt kaptam most tájékoztatásul, hogy ez várható, mint Rozika is meg, ez 3-4 hónap. De ha két hónap lenne, ha egy hónap lenne, akkor se lehetne most már megcsinálni, és nem is lenne észszerű. Ennek szerintem akkor annak van a realitása, hogy általában az aszfaltkeverők március vége, április elején szoktak ismét indulni, hiszen 180 fokos aszfaltról beszélünk, amit itt letesznek, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha most ezt visszafele, hogy előre számolunk, az aszfaltkeverők megnyitására valószínűleg készen állunk a projektnek az elindításával. Tehát akik a Kenderföld sorról vannak, mint ahogy ezt elmondtuk, ez várhatóan koratavasszal fog tudni megvalósítani. Nem csak ez, hanem még ezzel párhuzamosan Kisdiófa utca, ami szintén útalapos út a legvége, Munkácsi utca és a Tipacsi utca a két eleje, a Bercsényi utcáig a két legrosszabb szakasz, Damjanics utca egész a Tömörkény utcáig, az egyébként a legjártabb utcánk, és ezért döntött az akkori testület ennek az első ütembevételével. A Hásfa utcának már csak egy pici kis etapja hiányzik, a Molnár János utca és az Orgona között,
illetve a Csillag utca folytatás, aminek részben elkerülő útként is működik az autópálya, amikor letelelem valami. Ez kerül első ütemben 85.181 forint megítélt összegben, és ehhez képest a testület csinált egy második ütemet is, amire még azt mondtam bizottságülésen, ezt még fölül lehet vizsgálni, hiszen az akkori tudásunk szerint, egy elv szerint még további 218 millió forint értékben legalább 15 utca föl van sorolva, azt vettük előre. Tehát várhatóan a kérdésedre a válasz, reális lehetősége április. Ki jelentkezik most átadatot? Utolsó hozzászólásom a napirendhez ígérem. Az a baj, hogy kicsi szakmai ártalom is, és már párszor hallgattam polgármester urat, várhatóan, feltételes mód, értem. Én egy olyan mondatot szeretnék hallani, hogy az Genderföld sor kész lesz 2025 végére, pont. Vagy 2026 végére, pont. 27 végére, pont. De hogy azon a mondat végén pont legyen egy garancia, egy állítás, hogy 6. haszakad ez az utca kész lesz ekkor és ekkor. Ilyen mondatot tud-e mondani polgármester úr, és nem baj, ha nem. Csak legyünk egyenesek, őszinték az emberekkel. Hogyha van valami, ami miatt ezt nem tudja kimondani polgármester úr, akkor azt is indokolja meg, szerintem meg lehet érteni. Csak beszéljünk egyenesen, pont legyen a végén, és akkor úgy a számon kérhető. Nyilván a tapasztalatlanságoknak köszönhető az, hogy ilyet egy polgármester feltételesen mondhat. Ha az uniós források ilyenkor egyébként ezt megkapjuk előleként, akkor mi ezt meg tudjuk csinálni. Ha saját erőből kellene ezt a 300 milliós programot, akkor 5 év alatt csinálnánk meg. Tehát értem én nem emlékszem olyanra még itt Kisteleken, régebben, hogy meg tudtunk volna egy ilyet szavazni, mint amit megszavaztunk, hogy egy 150 millió forintos támogatásban nem részesülő történetnek belemenjünk. Nem emlékszem még olyan történetre, hogy 30-40 millió forintos telekárakat vegyünk önerőből. Hál' Istennek jobban állunk. Hál' Istennek jobb irányba haladunk. De felnőtlenség lenne mondani azt, mi világéletünkben 1 forintból kellett 10 forintot egyébként kihozni, elsősorban fejlesztéseknél, támogatásoknál. Egy kivétel volt ezelőtt annak idején, régi képviselők talán, vagy régi idősebbek emlék, a termálkutat, az első termálkutat, az 10 év részletre saját erőbe osztuk létre. A jellemző az, hogy unió legalább 90%-os forrásokat veszünk ebbe igénybe, ilyenek például a kulterületi utak, azok 10% önerőt kérnek, ez minden igaz, mostani tudásom szerint 100%-osan lett írva, természetesen eddig működött, de vannak különböző pesztimista változatok, arra nem tudnék egyikőtök se ígéretet tenni, akik felelősek vagytok egy költségvetésért, hogy úgy tudnánk egyébként 300 milliós beruházást csinálni, hogy ahhoz nem kapunk visszatérítő támogatást. Ezért azzal a feltétellel igen, én azt látom reálisnak, hogy a tavasszal, ha minden egyébként, hiszen most már a támogatási szerződést legalább megkaptuk, amit egyébként májusra ígértek, és nem akarok itt hibáztatni, most unió nem mondja, kormány, nem kormány, stb. Ez volt az első, Janira nézett, az első válaszok azzal, a kincstár és a megye, aki allokálta ezt a forrást, az egyébként azt a tájékoztatást kaptuk hivatalosan, hogy májusban lesz debülés, döntés előtt készített bizottságülés. Ehelyett nem májusban volt, hanem talán augusztusban, és ahhoz képest utána is. Itt így is még az elsők között vagyunk, akik top pluszokból egyébként 3 pályázatunkra már kaptunk támogatást. Ilyen a strandra kaptuk meg 860 millió forint értékben, és ilyen az általános iskolának a további felújítása közel 300 millió forint értékben. Erről 3-ról már hivatalos értesítést kaptunk az előző keretmegállapításon felül. Köszönöm szépen. Parancsolj el! 2021-27-es pályázati ciklusban ugye, a beadott pályázat is mutatja, ez a 94 millió forint áll jelen pillanatban rendelkezésre, arra, hogy a belterületi utakat fejlesszük. Ez a 94 millió forint, ahogy mondtam, most jelen pillanatban 7 utcafelújítását tartalmazza. Tehát az összes többi utca, amit polgármester úr mond, az egy későbbi lehetőség, ami jelen pillanatban nincs, nem látjuk a forrását. Én azt gondolom, hogy ha szeretnék rendbe tenni Kisteleket, igenis saját forrást is bele kell tenni. Én jó szívvel támogattam például ugye a területeknek a megvásárlását a tó körül. Azt gondolom, hogy az is fontos.
67 millió forint. Miből fog működni, miből fog megvalósulni? Önkormányzati forrásból. 150 milliót ugye hitelből veszünk fel, ezt is nekünk kell majd finanszírozni. Kicsit úgy szúrásként hozzá is mondhatom, hogy a 13 milliós autó körülbelül futná a Kenderföld csornak kapcsolatozását. És én azt gondolom, hogy ezt majd kérni is fogom egyébként a gazdasági bizottságot, ennek a felülvizsgálatát a 13 milliós autónak, amit a régi képviselőtestület az utolsó pillanatban megszavazott, azt gondolom, hogy gyakorlatilag talán hivatalosan, jogosan, de mégis jogtalanul az új képviselőtestületnek kellett volna ebben döntenie. Úgyhogy én továbbra is javaslom, hogyha kell, önerő saját forrás bevonásával is készítsük el az ütemtervet, és első körben Kenderföldcsónak az aszfaltozását, hiszen ahogy Viktor is mondta, a polgármester úr beígérte, kicsit ha lehet mondani kampánycéllal egyébként, hogy majd augusztusra, mások szerint szeptemberre, de már most októbernél tartunk, ez kész lesz. Úgyhogy továbbra is fenntartom a javaslatomat, kezdjük el ennek az előkészületét, a közbeszerzéseket, és amikor ez kész van, ennek az aszfaltozását valósítsuk meg, ha kell, a saját forrásból. Egyébként műszaki tartalom változtatás, én azt gondolom, hogy bele fog férni ebbe a pályázatba, tehát más utcára ezt rá tudjuk vonni adott esetben. Ez egy szakmai vita, de szerintem igen. Bocsánat, nem éreztem pontosan a problémát, az autót azt éreztem, hogy ez egy fájóton. Igen. Mikor idejöttem Kistelekre, azt hiszem 9 vagy 10 évig a saját autómmal jártam. Jöttem haza a Kiskun Majsáról, és egy őzet elkaptam Kömpöc előtt. 620 ezer forint kár keletkezett az autómból, ahol hivatalos úton voltam. A kutya nem kérdezte meg tőlem, hogy egyébként ez kinek a történet, és akkor megfogadtam, hogy oké, elődöm is szolgálati autóval jársz, én is ezzel fogok. Most azt a fajta önmérsékletet gyakoroltam, hogy egy 6 éves autót vettünk, nem újat. Megint a jó, csak mondom, ez az. Ez de megint a módszer egyébként. Gábor, hadd beszéljek meg? Holnap. Bocsánat, hadd beszéljek meg. A következő kérdés pedig ez az ütemezés és saját erő. Pont a ti dolgotok lesz majd az, hogy a költségvetés tárgyalásánál, ha keletkezik pluszunk, és egyébként a város fejlődik elsősorban iparűzésre adott bevétel tekintetében, és szerintem minden erőnk az, hogy egyébként ezt ebből minél több forrást állítsunk elő, mert ezekből tudunk egyébként így fordítani. Azt mondja valaki, hogy ezt építsünk, és a testület úgy dönt, akkor azt fogjuk csinálni, de nem, bocsánat, ez annál komolyabb, hogy felőtlenül itt pénzről van szó. Nekünk havonta, Kata, mennyi egy bérkeretünk csak, amit kiosztunk így most már STK-val minden estük? Nettó 60 millió. Nettó 60 millió. Plusz a járulék, a 84 millió forint, csak havonta. Tehát ez nem. És körülbelül azt kell tudni, hogy egy hónapra viszonyítva az állam által támogatott közel 193 millió forintos keretet átlagosan 50 millió saját erővel ki kell egészíteni, az, hogy Józsinál is az óvó néni megkapja, meg a másik, meg a harmadik. És ez azt jelenti, hogy Kistelek, nagyjából ezt múltkor elmondtam, körülbelül 600 millió forint iparűzés, ami még egy viszonylag szabadon felhasználható történetet, hozzá, de majd a költségvetésnél, bármikor pont ez a képviselőtestület dönt arról, hogy honnan vegyen el, hogyan rakjon el, vannak nem kötelező feladataink, nem kötelező sportcsarnokot fenntartani, nem kötelező uszodát, fürdőt, nem kötelező idősek otthonát, és sorolhatnám még ilyeneket. Melyiket merném azt mondani, hogy Isten érsz, hogy bármelyiket is egyébként, de ez a döntés, ez a képviselő feladat, felelősség teljesen nyilvánvaló dönteni arról, hogy mit lehet, meg mit nem. Úgy, mint otthon. Azt tudjuk elkölteni, hogy megkeresünk. Van-e még a napi rendi ponthoz? Parancsőrözik-e? Szerintem fogsz is tudni válaszolni. A kérdésem az, hogy mi a tapasztalat ezekkel a top plusz pályázatokkal kapcsolatban, hogy egyáltalán reális esély van-e a támogatási szerződés megkötésére, és amennyiben nem kerül megkötésre a támogatási szerződés, a tényleg a legrosszabb állapotban lévő Kenderföldsor utcának esetleg lesz-e valamiféle felülvizsgálat, hogyha x ideig nem történik meg a
támogatási szerződés megkötése nem kap forrást ez a pályázat, akkor van-e arra esély, hogy felújításra kerüljön ez az út? Ki lehet emelni belőle ezt az utat, vagy ha kiemeljük, akkor azonnal ezt a lehetőségtől is elvágjuk magunkat, hogy ezt a pályázatot megnyerjük? Magyarul meg lehet kezdeni a beruházást, hogy ezt a projektet, vagy csak ezt az utcát esetleg megfinanszírozza, vagy elkezdje megfinanszírozni a beruházást az önkormányzat, vagy tényleg arra vagyunk utalva, hogy várjuk, és ki tudja, meddig várjuk, és nyilván én megértem az ott lakókat, hogy már elegük van ebből a várunkból, mert nyilván nekik érthetően azért egy tényleg a gyönyörű a központ, ők is nyilván lenne rá igényük, hogy normális úton tudjanak közlekedni. Tehát ez a kérdésem, bocsánat, elkértem a tártól, de hogy látjuk-e, hogy tényleg van-e egyáltalán rá reális esély, hogy azt a támogatási szerződést velünk meg is kötik, hogy én nem látok rá a többi top plusz pályázatra, hogy esetleg más településeken mi a tapasztalat, és amennyiben nem, és mondjuk egy év múlva ittünk, és még mindig nem kötötték meg, és még mindig nem kezdődött el a beruházás, akkor esetleg visszatérni rá, hogy saját forrásból valamilyen módon azt az áldatlan állapotot megoldjuk. Egy áldatlan állapot akkor volt, mikor még az útalap se volt kész, akkor közepe az sajnos olyan süllyedés érzékeny, hogy főleg a területetek része, amin gyakorlatilag a nagy eső volt, akkor sártenger volt. Ezért döntöttünk akkor úgy, hogy legalább azt az állapotot hozzuk létre, hogy ezek járható útalappal rendelkező jó utak legyenek. Az más kérdés, hogy nem megbántva senki, ezeknek van egy magatartása, hogy ezeken az utakon hogy lehet közlekedni. Ha 70-80-nal megyek rajta, mert egyébként lehet, akkor jobban kigödrösödik, kirúgom ezt a kavicságyat és porol, mint az atom. És ehhez képest nem akarom megbántani, főleg ott a sarkot, ahol én láttam, hiszen gyakran járok arra, motorosok azzal csinálják sportot, hogy 3 méteren ki tudja a legjobban rugatni azt az utat, és nem rendeltetésre. Az volt a nagyon rossz állapot. Ehhez képest van egy jóval jobb állapot, és tehát én eddig még a 26 év alatt nem volt olyan tapasztalatom, hogy így egy támogatási szerződésre rendelkező pályázatot ne tudtunk volna így megcsinálni. Tehát soha. Ez mikor így elindult, ugye vártunk debülésre, meg tatatosat, de az egész ott lett elsózva, hogy eredetileg az új, ebben a 7 éves ciklusban egy más típusú pályázati támogatási rendszer alakult ki. Akkor azt hozták, az a döntés született, hogy úgy, mint a megyeszékhely városok, azok külön allokált forrást kaptak, tehát egy címkézett forrást, egy keretösszeget, és most ezt ki akarták szélesíteni, amit én is nagyon örültem, mi is nagyon örültünk, hogy ugyanígy a járásszékhely városok is egyébként kapjanak allokált forrást. Tőlünk függetlenül az összes többi elindult, láss Sándor falva, meg azok a települések, amik város ugyan, de ebbe a falu programba bele tartozhattak, a szomszéd települések is csomó kis forrást nyertek, és nálunk egyébként sajnos oda-vissza, az Unió úgy határozta meg, csak 20 ezer fölötti járásszékhely városok kapnak egyébként úgynevezett címkézett keretösszeget, és Mórahalom, Csongrád és Kistelek megkésve, 2-3 év lemaradással csapódtunk ahhoz az eredeti, de a források megtartása mellett, ahhoz a rendszerhez, ahol egyébként az eredetileg megállapodott pályázati lehetőséget beadunk. De 2-3 évig aludt a rendszer. Pont azért, mert elmegyünk vagy nem. Ez ilyen nem volt még egyébként, ez egy szerencsétlen állapot volt, de a kérdésedre a válasz, nem volt még ilyenre példa, hogy támogatás szerződés követően ne tudjon menni. Mit? Hozzászólok? Igen, Rocka. Én amit látom, az, hogy ugye most a kormány és az Unió között van egyfajta konfliktusnak nevezzük, vagy helyreigazítási dolgoknak, ezek mind érintik a pályázatokat. Tehát ha van egy mi pályázataink, akkor is, ha mondjuk támogatást kaptak, akkor még mindig módosítják a feltételeket is. Tehát emiatt a dokumentációt nagyon sokáig dolgozzák föl, jelenleg pont az államkincstár is költözik. Emiatt konkrétan egy kérdésre se tudnak egy-két hétig válaszolni, tehát ezek mind lassítják a folyamatot.
De olyan még nem volt, hogy támogatott, tehát a polgármester, mint egy támogatott pályázat nem kapta volna meg a pénzt. Sajnos viszont még ilyen sem volt, mint ami most, hogy ennyi idő elhúzódik a kettő között. Tehát ez szerintem is egy szerencsétlen állapot. Viszont abban meg teljesen egyetértek. Tehát nem tudjuk összerakendetről csak megcsinálni, sem amiatt, hogy közbeszerzés köteles, mert ez ugye 3 hónap minimum. 3, inkább 4. Ugye az üzem bezárt november közepén, tehát onnantól sem fogod tudni. De ha megvan a közbeszerzés, kiírjuk, és megvan az eredmény, feltételesen ugye lehet megkötni a szerződést, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a támogató megérkezésével. Pénz megérkezéséhez. Hogy, de azt meg lehet csinálni, hogy azt mondja az önkormányzat, hogy előre, tehát a Kenderföld sor mondjuk megcsinálja a saját forrásból, ha erről majd a testület, meg a mindenki úgy határoz akkor, és akkor már el lehet számolni a pályázatban. Jaj, tehát akkor is, hogyha a de akkor már megvan a közbesz, de a közbeszerzés nem lehet megelőzni, semmi késsem. Tehát ez a lényeg, hogy ezt nem lehet, mert azt megelőzött, akkor nem tudod elszámolni a pályázatba, a szabálytalanságot indítanak, és akár az egész összeget vissza kell a fizetni. Tehát ez van közbeszerzés, akkor gyakorlatilag... Onnantól már legalább. Azt végig kell vinni, és utána el lehet kezdeni, attól függetlenül is, hogy küldték-e a pénzt, vagy nem, mert azt mondjuk, hogy ez 15 millió, és a testület megszavazza, hogy ezt megcsináljuk, akkor meg lehet. De ha ezt nem csináljuk, akkor biztos, hogy nem a 15 millió, akkor kell, hanem mind a 9 millió. Például 15-20 évvel ezelőtt volt olyan lehetőség, úgy hívták, hogy in-house eljárás, amikor az önkormányzatnak mondjuk volt egy olyan beruházó cége, ami egyébként árkotásot, vagy utat, nehogy Isten nagyobbaknak utat tudott építeni, akkor akár közbeszerzés, könnyített közbeszerzéssel in-house-ként meg lehetett oldani. Már nincs ilyen. Tehát egyelő versenyfeltételt kell mindenkinek. Jó. Kellőképpen. Milyen, hogy a 150 milliós közvilágítása nem készítünk. Jó, köszönöm szépen. Akkor Gábor ilyen formájú javaslata, amikor azt jelenti, hogy 2020 őszén még valósítsa meg, ez fizikálisan lehetetlen, arra kérlek, azzal egészíts ki, hogy tiszteletbe tartva a törvényi lépéseket a lehető legrövidebb idő alatt jussunk el odáig, hogy a tavaszi nyitás kapcsán azzal feltétlenül megkapja a pénzt, elsőként szerepeljen a Kenderföld utca. Azzal a kiegészítéssel azt szeretném kiegészíteni a javaslatomat, hogy kezdjük el kivitelezésre szükséges közbeszerzés munkálatokat. Elkezdtük. Legalábbis Kenderföld csorra, de gondolom, hogy együtt lett az egész, igen, ez biztos. Ezt kezdjük el, és én továbbra is nem azt mondom, amit polgármester úr, hogy ha majd megjön a pénz akkor, hanem hogyha kell, akkor saját forrás beletételével is valósítsuk meg. Legalább a Kenderföld csort, mert egyébként ez egy megígért történet, és tartsuk be az ígéretünket. Bocsánat, nem tudom, értetted, amit Rozika mondta? Igen, értettem. Hogyha megvan a közbeszerzés, és amit Katinek az előbb elmondott, akkor már lehet egyébként. Parancsolj, Kata! Bocsánat, de volt egyetlen egy mondat. Közbeszerzési eljárás egyik alapfeltétele, nyilatkozni kell a forrás rendelkezésre állásáról. És az 95 millió forint, tehát külön a Kenderföld csorról nem nyilatkozhatunk. Egyben kell, vagy azt nyilatkozzuk, hogy itt az EU-s forrás, vagy az, hogy a saját költségvetésed. Tehát amikor elindítjuk ma, holnap, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva a közbeszerzési eljárás, abban nyilatkozni kell a forrásról. És mi a forrás? A támogatási döntés? Lehet nyilatkozni, hogy a támogató okiratról értesítést kapsunk, és az lesz a forrása, és meg lehet kezdeni a közbeszerzést, de egyben a csomagra, egyben külön, egy utcára nem lehet a közbeszerzést elindítani, egyben kell megkezdeni, és ehhez a kiviteli tervdokumentáció is szükséges. Amit nem lehet megindítani, azt pedig folyamatban van. Tehát ez két alapvető feladat. Közbeszerzővel történt egyeztetés alapján, nehogy azt hitt nekem ez a kérdés nem merült, hogy valamilyen lehetőség van-e arra, hogy mondjuk a legrosszabbat és pénzünk van, akkor ezt előre vegyük. Nem találtunk olyan kis kaput, tehát nincs olyan. Így volt, hogy nem lehet ezt megkérdezni. Jó, tehát számítás van. Tehát a bizottság tárgyalt ezt a önálló indítvány jelen formájában, ami egyébként azt mondja, hogy első körben még 2024 évben valósítja meg, ez gyakorlatilag nem jó, mert ilyen formában kötelességünk ezt így elutasítani. Ezzel a módosítással, hogy megvalósításra szükséges munkálatok a kérdéhezünk kormány. Bocsánat, abban nyilatkoztam, hogy megkezdtük. Hát ezt javaslom.
Jó, de bocsánat, a beadványt ebbe a formájában elutasította a bizottság, a testületnek is ezt javaslom, mert nem tudsz más csinálni, hogy 2024-ben, aki ezzel egyetért, kérem készfenyújtás jelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tartózkodott, ellene? De most akkor arról is fogunk szavazni, amelyet kiegészítés volt? Bocsánat, az egy pótjavaslat, arról majd fogunk, jó. Igen, tőled. Akkor bocsánat. Most a határozott javaslat elutasítása. Most a határozott javaslat elutasítása. Igen. Én is utasítom. És történt egy módosító javaslat. A módosító javaslat megértette, hogy ez így nem tud menni, szakmaidatlansága miatt, és ezzel párhuzamosan azt kéri az előterjesztő, hogy azonnali hatállyal ennek az előkészítése induljon meg. Erre a polgármester nyilatkozta, hogy a tervek műszaki tartalma rendelkezéssel, közbeszerzőbe való egyeztetés alapján elindult ennek a munkája. Pont. Jó. Köszönöm szépen. Második. Egyéni képviselőindítvány. Bocsánat, azért olvasom fel egy picit, legalább összefoglalni a jelenlévő sértség. Bocsánat, ehhez annyi kérdésem lenne, Gábor, hogy te egyeztettél-e az ingatlan tulajdonosra azzal kapcsolatban, hogy ő hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülés keretében tárgyaljuk, mert ugye nyilván, hogyha tárgyalhatjuk nyílt ülés. Nem mondta, hogy nem. Jó, annyit szeretnék kérni, hogy azért ilyen nagyon szenzitív adatok ne kerüljenek már ki a testületi ülésről, tehát hogy a tulajdonosra vonatkozóan a szenzitív adatok, ami esetleg... A nép persze mehet. Meg nyilván az ingatlan adatok, azokat bárki is kérdezheti. Jó, csak hogy nem hallgózzon el azt más. A régi posta egy szám alatt valamikori tejcsarnok, idősebbek tudják, ott gyakorlatilag most már csak nem egyetlen egy lakás nem önkormányzati tulajdon, részben eladó volt, kint volt a táblája, hogy eladó, részben megkerestek bennünket, és ezeket egyébként az akkori képviselő testület támogatásával sorba megvettük. Egyetlen egy tulajdonos van még, a Karakács Lajosné, akinek talán a legkisebb a nevezett társasháznak társasházi része, és a Karakács néni ugyan nem árulta, a képviselő testület megbízásában én jó magam megkerestem, hogyha eladó lesz, akkor egyébként legyen szíves bennünket értesíteni. A Karakács néni azt mondta, szívesen eladná, de csak olyan változatában, hogy helyette valami lakhatás, bocsánat, egy lakhatóházat adjunk érte. Ez természetesen, én azt gondolom, egy teljesen jogos kérés, és mind a mellett, bocsánat, előjel, mi ezt nincs szándékunk, abba tekintve, hogy mindenképp meg szeretnénk venni. Tőlünk Karakács néni maradhatott még 5 évig is, 10 év is, akkor, hogyha esetleg valamiféle önkormányzati beruházás akarok készülni, akkor természetesen az egy más történet. Most nincs ilyen. És Karakács nénivel annak idején úgy állapodtunk meg, hogy az összes többi, mondhatok én értéket, hogy mennyi? Az összes többi, amely legnagyobb a sarki, azt egy 11,5 millió forint értékű csereingatlannal váltottunk ki, amit egy ottani fiatalember elfogadott. Egy másikat 5,5 millió, de ott a család úgy fogott össze, hogy azt még följavították. És volt egy olyan, ahol tulajdonképpen majdnem megegyezés volt, de a néni meghalt a szociális otthonba, és az örököseivel végül megállapodtunk 10 millió forint értékben. Mind magas szám, mert sajnos az épületet, ha valaki ismeri, én belőle ismerem, mert szerintem Oszi is ismeri itt közülünk, ez sajnos már műszakilag olyan állapotban, hogy felújítani, hogy akkor felújítása abszolút alkalmatlan. Mi a végét, a tetőszerkezetet, ami leomlott, azt megcsináltattuk meg a vég alatt, hogy a szél egyáltalán ne tudjon odakapni, de ez van még egy ingatlan. És a Karakács néni azt mondta, hogy hát ő is azt szeretné, ha kaphatna egy csereingatlan. Meg szeretném kérdezni önök, akik itt laknak Isteneken, ma ilyen 10 milliós kategóriában egy közel 75-80 éves hölgynek találunk-e olyan házat, ami egyébként lakható? Szerintem nem. De azt mondom, hogy mondtam Karakács nének is, meg Gábornak is, ha talál valaki ilyet, akkor a képviselő testület elé hozzuk ennek a fajta vételnek a lehetőségét. Én egyébként azt mondtam a Karakács nének, akit ismerek régóta, hogy én azt tartalám talán legkézzelfekhetőbbnek,
hogyha nekünk van olyan ingatlan, például a volt kollégiumban, ott felújítottunk a fő utca felüli szárnál 17 lakást, amiben van 37-8 négyzetméteres, 42 is, ami akkora, mint az övé most, fenntartásilag. Miért nem tesszük azt, hogy az önkormányzat a vételár tegyeknek a 10-11 millió forintnak a felét egy olyan megállapodás szülessen, 5,5 millió forintot odaadjuk, és élete végéig biztosítjuk lakbérmentesen azt a lakást, ami a földszinten ő kiválaszt. Ő azt mondta nekem, hát polgármester úr, ezt meg fogom gondolni, a nyarat még mindenképpen kihúzom, de ősszel jelentkezek. És most is azt mondom, ha találsz te, mint indítványozó, olyan lakást, ami a nének csereingatlanként megfelel, és nyilván nem 30 millió, meg nem 20, meg stb. Nekünk nincs most ilyen bajunk, hogy ezt mi meg akarjuk venni. Ha lehetőség van, és meg tudunk egyezni, és ti ezt egyébként a képviselőtestület ezt támogatja, és Kata azt mondja, hogy lesz rá forrásunk, akkor természetesen meg. Ez így persze nagyon jó, egyedül van, ne érje meg különböző történet. Én azt hiszem legalábbis, de itt emberiek, mert ezek már ilyen könnyen érthető történetek, szerintem nem volt egy rossz ajánlat a részemről. Egy 2-3 év, vagy mikor építi, most már lehet, hogy több termálfűtéssel rendelkező, jó minőségű, földszinti lakás, még egy picit védettebb is az ember időskorában. Én azt gondolom, azt vártam, hogy Karkács néni majd megkeres. Parancs! Két esetben ugye már találtunk ilyen csereingatlant, amit föl tudtuk ajánlani, és meg is történt a csere. Én azt gondolom, hogy keresni kell tovább ezeket az ingatlanokat, már csak azért is, és szeretném felolvasni, hogy mi a javaslatom. Javaslom, hogy a teljes társasház és a hozzá tartozó udvar minél előbbi végleges és teljes körű önkormányzat tulajdonba kerülése céljából Kistelepáros önkormányzat Karakás Lajosné lakását, Kistelep régi posta utca 1 szám 2-es ajtó a tulajdonos kérése alapján csere ingatlan felajánlásával vásárolja meg. Bennünket keresett, engem is, Viktort is keresett a néni, elmondta ezeket a történeteket, hogy évek óta megy ez a húzavona ide-oda, ő mindenképpen saját tulajdont szeretne cserébe kapni, és nem pedig a fölajánlott ő összeget, amit nekünk is elmondott, amiből gyakorlatilag nem tudna egy új ingatlant vásárolni, és létbizonytalanságba sodorná, így mindenképp a csere ingatlanhoz ragaszkodik. Úgyhogy én fönntartom a javaslatomat. Következő nyilván egy ilyenhoz az kellene, hogyha teljes körül lényeg, hogy milyen értékig a képviselőtestület 10 millióban határozza meg azt, hogy 10 millió értékig, ha csere ingatlan van, vagy találunk, ami a néninek is jó, hozzuk vissza egyébként döntésre. Mert ebben a formájában ez a három kategória, hogy biztosítsunk cserek, hogy mennyiért. Eladó a Petráék háza, önkormányzat tulajdon 34 millió forint. Ha ti a többségében azt a határozottan hozzátok, hogy azt adjuk oda a 34 millió forintos ingatlan, nekem kutya kötelesen végre lehet. Csak mondom, a többségetek így van. És már is megoldás. Én azt gondolom, hogy el lehet fogadni a javaslatot, és utána majd döntünk, de melyik hogy milyen összegű ingatlan tudunk felajánlni, illetve keresünk. A javaslatnak azt a tételével teljesen egyetértek, hogy jó lenne, hogyha ez az ingatlan teljes egészében önkormányzat tulajdonban lenne. Pont. Ezzel egyetértek, én is erre törekszek, ezért kerestem megoldásokat. Ott viszont költségvetés pénzről szól, úgy, mint otthon. Gyerekemnek ott a biciklije. Adja el, és egyébként vegyen egy újat. Meg fogom mondani szülőként, hogy barátom erre, vagy kedves kislány, mert ennyi van. Itt is azt határozzátok meg, arra kérlek, ez még nem kell, hogy határozat legyen, hogy mi az a felső határ, amíg egyébként kereshet bárki itt vagy önök, csere ingatlannak alkalmas hely. Az ennél kétszer akkora sarkiház, tié volt az oszi, aki a sarkon van, sarkon volt, a fiatalember Bercsény utcába vettük meg ott egy elhunyt idős nénnek a házát, az volt jó emlékem szerint 11,5 millió forint. Kati, amit te kötötti adásvételi szerződést, ami a néni mellett volt, az 10 millió forint, az azt megelőzően, amely a Bem utca, Nagy Sándor utca végén vette át azt az idősebb házat az a néni, és még felújította, az volt, ha jól emlékszem, 5,5 millió forint. Itt tartunk. Kérlek szépen,
egy plafont, hogy itt, mint képviselők is, ha van olyan információ bárkinek, és a néni azt egyébként elfogadhatónak tart, ő azt is mondta, hogy nem szeretné, ha nagyon kint lenne ez a település központtól. Úgy érdekes ez a történet, és akkor még mindig visszahagyjuk. Mennyi legyenek a felső értéke? A legmagasabb érték, amit ebben a háztömbben még a duplája is volt? 11,5 millió forint, vagy 10, ami egy kicsit nagyobb volt? Parancsoljuk. Csak hogy pontosabban lássam, mert bonyolult az ügy. Azokban az esetekben, amikor az önkormányzat megvásárolta az ingatlant, és volt rá mód, hogy csere ingatlant kapjanak, ezek mikor történtek, és mik a lényegi különbségek azokhoz a helyzetekhez képest, és a most tárgyalt helyzethez képest, hogy az idős hölgy is értse, hogy miért fordulhatott ez elő, mert gondolom ez sérelmezi leginkább, hogy a szomszédságában vannak példák, akik el tudták adni ezt az ingatlant, az önkormányzat megvette, és kaptak csere ingatlant cserébe, és ő meg nem kap, ez neki nem áll. Most jogában úgy néz ki, és hogy én is jobban értsem, hogy miért, hogy mik azok a lényegi pontok, ami változott ahhoz képest, hogy jobban értsük, hogy... Az első ingatlan, amit megvettünk, 5,5 millió forint értékben, egy csereingatlan lévén, ott megkeresett az egyedülálló idős hölgy, hogy nézzünk rá építészként statikailag, mert fél, hogy a tető, emlékszel rá, oszi, a vége ott be volt már félre lőve, és fél, hogy egyébként rádől. Mi akkor megnéztük és azt mondtuk, hogy ez ebben az állapotában csak annyira érdemes felújítani, hogy a véget, hogy a szél ne kapja le, és ezen alapján ő azt mondta, hogyha van rá lehetőség, akkor ő ezt felajánlja az önkormányzatnak, de csak oly módon, hogyha tud helyette valamit venni, ő neki volt némi családi segítsége, ha jól tudom, lánya, nem lánya, és akkor megegyeztünk, hogy közösen találtunk egy ilyen kisebb házat, és ő azt nyilvánzáró cserébe egyébben még kicsit rendbe rakta, és ezt 5,5. A másik szociális otthonba került a néni, üres lett a lakás, és a mellette lévő, akitől megvettük, azt mondta, hogy a néni is el szeretné adni, bent van szociális otthonban. Megkerestük, majd egyébként az ő lányával tudtuk mértékadon kommunikálni, és akkor abban maradtunk, hogy ők várhatóan egy olyan 7 millió forint értékben, az előzőhöz képest az mégis jobb egy picit, 7 millió forint értékben szeretnék ezt felajánlani. Közben a szegény néni meghalt, és az örökösei azt mondták, hogy hát nem 7, hanem 14. Mert ez annyit ér, mi azt mondtuk, köszönjük szépen, tehát mi ezt nem minden áron nem kérjük, azonban eladó lesz, akkor jelezzenek. És addig, hogy még kisakták utána a táblát egy jó pár hónapra, hogy eladó, nem jelentkeztek rá mértékadóan, és utána még nyilatkoznunk is kellett, hogy az önkormányzat ezzel nem akar semmit csinálni, tehát hogy mégis nyugodt árulhassák, majd egyébként megkeresve kölcsönösre egymást, én is aztán felhívtam, hogy meggondolták esetleg magukat, kialakult egy 10 millió forintos közös egyesség, amit a testület akkor elfogadott, és akkor az adásvétel létrejött. Ezt megelőzően, ahol a sarok volt a leginkább eladó, az a fiatal ember azt mondta, az önkormányzat jön, akkor ő ebből szintén partner abba, hogy ezt eladjuk. Ő is nézett egyébként már ingatlanokat, hogy az ő kezdeményezésére, vagy mi találtunk, akkor találtunk egy olyan ingatlant, ami az ő a legnagyobb volt egyébként, ez egy kétszobás, 11,5 millió forintban ott is történt egy egyesség, amit már utána ő vett meg. És ez a karakás néni is, hál' Istennek nem maradt egyedül, mert tőlünk a kockáik, a múzeum mögötti, nem is kockáik, nem tudom, Oszi kicsoda, aki tudod, nálunk dolgozott traktoros, aki oda ment, ott lakik benne. Béla. De milyen Béla? Farkas Béla. Farkas Béla, aki egy mozgásával egy picit akadályozott is. Bélának segítünk, azzal még mi ezzel nincs szándékunk, ő ebbe beköltözött és azóta ott lakik. Ezért az is jó, hogy a néni legalább nincs egyedül, de ez a két lakó van már benne. És én csak most azt látom kisteleki ingatlanokat figyelve, hogy egyedülálló idős néni 10 milliós kategóriában tud-e olyan ingatlan, vagy találunk olyan ingatlan, ami csere ingatlanként alkalmas családi segítségnél. Ez kérdés. Mert ha nem, nekünk még egyszer Isten őriz, hogy bántsuk őt, az övé, az ő tulajdona, tiszteletbe tartjuk, ott lak, ugyanúgy ott lakik minden. Tiszta, ugye?
nincs is papír, hogy ez a hölgy ezt tényleg eladná, vagy szeretné eladni, vagy mit akart, tehát semmi írás. Többször volt benne nálam, hogy igen, szeretné, hogyha ő nagyon szívesen kimenne onnan, tudja is, hogy már öreg a ház, tudja, hogy egyébként ezt felújítani már nem lehet, de nyilván, bocsánat, ha jól tudom, talán egy lánya az a csengelék anya világban él, de nem vagyok teljesen biztos, oda nyilván nem szeretne, ezért ő neki most hiába ajánlanánk, hogy tegyük föl, majdnem annyit, mint a legnagyobb, 10 millió forint, azzal sem menne mértékadóan semmire, maximum, hogyha lányáik vagy a család befogadná, és további fel tudnák használni ezt a pénzt. Én azt gondolom, hogy abban én nagyon szívesen partner vagyok, ha valaki tud olyan információt, hogyha már fölvetített ezzel a nénivel kapcsolatot, ő tud olyan megoldást, ami egyébként ez a 10 milliós kategóriában szívesen elfogadna egy cseréingatlan, utána visszahozzuk a testület felé, én nyitott vagyok. De így ebben a formában nem meghatározva azt, hogy meddig, hogy tehát ez így is semmi. Van kiegészítő javaslat, módosító javaslat az ilyen indítványomra? Hogy akkor mi az összeghatár? Nyilván neked kellett volna eleve egy összeghatár. Nem, én ezt a javaslatot adom be, hogyha van kiegészítő javaslat, azt várom meg, elfogadom. Én ugye ezt a pénzügyi bizottságban is elmondtam, tehát ugye az önkormányzat vagyongazdálkodásáért felelősek vagyunk mindannyian, de ugye a pénzügyi bizottság pedig még azt gondolom, hogy van egy ingatlan, ami maximum 10 millió forintot ér, akkor ezért nem adhatunk egy 20 milliós ingatlan, mert akkor itt mindenki hónap után kitalálná, hogy az ő ingatlanját eladja az önkormányzatnak duplára. Tehát ez nem járható. Szerintem az lehet, tehát én úgy gondolom, hogy vagy megszabunk egy max 10 milliós összeghatárt, vagy azt mondjuk, ami azt szerintem a legetikusabb, igen, legyen egy független értékbecslő, aki megállapítja, hogy ez az ingatlan mennyit ér, majd az az ingatlan, amit a néni szeretne, akkor ezt ugyanúgy fel kell méretni, és ha kettő minimális eltéréssel paritásban van egymással, akkor ezt el lehet fogadni. De azt nem, hogy egy 5 milliót érő ingatlanért mondjuk az önkormányzat egy 15-20 milliós ingatlant ajánljon fel. Kistereken én is azt gondolom, hogy nagyon nehéz találni olyan ingatlant, amit tehát nem 10 millió, csak tehát általában 20 millió forint. Egyben azt néztem, hogy igazából 20 millió futó fölött, és a 20 milliós is olyan, hogy ez még van mit újítani, de nem azt mondom, hogy ez lehetetlen. Tehát én is azt gondolom, hogyha van ilyen, hogy talál valaki ilyet, akárki, akár az itt jelenlévők tudnak ilyet, akár a testületből valaki, vagy akár ti, akkor ezekkel a föltételekkel ezt szerintem lehet. Vissza lehet hozni. És akkor egy új beadványban ezt lehet elfogadni. De úgy nem, hogy adunk valakinek egy ingatlant, egy 25-30 négyzetméteres kislakásért, mondjuk egy nagyobbat. Az nem felelős vagyunk gazdálkodás, és igazából az nem is etikus, meg én abban sem vagyok biztos, hogy ez már nem problémát okozna. Én is azt gondolom, hogy az értékes, és az fontos lenne, hogy mit ér az az ingatlan. Érdemes lenne, nem tudom, hogy eddig készült-e, vagy nem készült. De úgy tudom, hogy nem. Idegen tulajdonos nem végezett. Az a tulajdonos hozzájárulás, a önkormányzat nem végezett. Egyébként én azt gondolom, hogy ez önkormányzatnak sürgős ez a történet. Tehát ugye már három lakást ugye megvettük. Én azt gondolom, hogy talán ez a területtel valamit előbb-utóbb jól lenne valamit kezdeni. Szerintem a néninek annyira nem sürgős. Tehát ő ott fog lakni, akkor ott fog lakni. De nekünk se sürgős. Maradjon. Nekünk se sürgős. Én. Én nagyon rossz néven vettem, hogy Gábor beadott két beadványt, és az egyik nem jött el a pénzügyi bizottságba. Szerintem az lett volna tisztességes, ha megvitatjuk közösen, megnézzük a lehetőségeket, jót akarunk ennek vagy annak, nem ellene vagyunk. De nem így, hogy a falu fele majd megmutatom, hogy így, meg ezt is visszautasították, meg azt is, nem szeretem. Gábor, olyan sértő, amiket írsz, olyan megalázó, nagyon megalázó. Mi az, hogy bólogatunk? Nem bólogatunk, tisztességünk. Hol írtam? A kedves kommentet írta a Marika, aki a te írásodra válaszolt, hogy igen, mi csak bólogatunk, jó lenne, ha már a tisztesség határa. Milyen Marika? Kordásné Marika. Bocsánat. Lesérjétek el a napi rendbe, ha nem muszáj. Én szeretnék erre, mert én azt gondolom, hogy a képviselő testületet nyomni azzal, hogy hova tegye a pénzt, meg mit csináljon, én erre tudnék mit mondani az elmúlt 20 évben, hogy ki hova tette, és mit csinált, és mit nem adott. Én azt gondolom, hogy a tisztesség jöjjön hozzánk vissza. Én úgy gondolom, hogy tisztességes vagyok. Én nem voltam soha rossz, én soha nem kértem semmit
a hivataltól nem is fogok, de annál többet teszek, őszintén, tiszta szívvel. Én nagyon, nagyon, nagyon sértőnek érzem, hogy a közmunkaprogram, hogy a szegény emberek, hogy én azt gondolom, hogy régen sokkal több közmunkaprogram volt, és nagyon sajnáltuk, amikor így lecsökkent az a néhány. Hát nem bírják az emberek, az a néhány ember ezt a hatalmas nagy területet rendbehozni, éppen ezért szerveztem szombatra, és besegítünk a rendelő körül ismerőseimmel, mert nem jut oda az a néhány. De azért nem kell őket sajnálni, én úgy gondolom, mert amit dolgoznak, azért megkapják a pénzt, és örüljön nekik. Én úgy gondolom, szerényen. Pénzt kapnak sajnos. Hát szerényen, de... Én azt mondom, ebben a filozófia történet most nem menjünk bele, mert ez nagyon gondolom. Nem is akarok erre reagálni. Tehát... Jó, nem kell reagálni rá, de én úgy gondolom, hogy azért nem kéne a testületet bólogatónak, meg a fizetést meg. Ki beszél, milyen bólogató, miről beszél? Én mondtam ilyet. Most miért mondod, hogy ilyen? Amit fölírtál, arra reagált a Kordásné Marika, mert nagyon tetszett neki, hogy én mindenképpen nagyon sajnálom és nagyon rosszul érzem magam. Ez nem volt így máskor, én szerintem sokkal tisztességesebb, ha megbeszélünk konkrétan mindent együtt, és nem a falu fele akarnám mutatni, hogy én megmondtam, hogy felutasították. Ezt nem szerettem. Tisztelve tartom, amit mondasz, de azt gondolom, a képviselőtestületülés azért van, hogy beszéljük meg, beszéljük el, és utána döntsünk a történetben. De van pénzügyi bizottság, lemondtál mindenről, nem vállaltál semmit, Gábor. Nem vállaltál egyetlen egy bizottságba se feladatot. Ne haragudj, itt voltál? Itt voltál a munkamegbeszélésen meg a testületi? Igen. Polgármester úr nem engedett be a gazdasági bizottságba. Nem engedett be, pedig én többször voltam, hogy szeretnék tagjelenni. Most bejöttél volna. És mert polgármesteri javaslat alapján döntünk. Ma is bejöttél volna. Mindenki ott volt rajtad kívül. Bocsánat. Ha tag vagyok, de nem vagyok tag. És nem is fogok. Egyébként már nem tudom a munkám miatt. De majd mindjárt az egyébben még van egy javaslatom. Bocsánat, lassan lezárnám azt a napirendi pontot, utolsó szót adunk. Pont ezt akartam jelezni, hogy nagyon szétestünk itt a végére, tehát hogy itt a napirendi ponthoz ragaszkodva, akkor az egy lehetséges megoldás lehet, hogy ő egy független értékbecsült fölkér, és aztán az önkormányzathoz ajánlattal ér, és akkor, hogy ő jól jelentelmezte a polgármester úr örömmel, egyébként azt a területet egységesen önkormányzati kézben szeretné tudni, csak ennek legyen egy kivétel. Mert én most én úgy érzem az előterjesztésből és az idősölgyelről beszélgetésből is, hogy mivel sorra az ingatlanok önkormányzati kézbe kerültek, ő attól tart, hogy előbb-utóbb az lesz az ő sorsa, hogy önnek onnan menni kell, és szerintem ebből fakad az ő félelme, de hát örülök, hogy polgármester úr ezt is elmondta, hogy ilyenről szó sincs, úgyhogy nekem most már kicsit tisztább a kép. Igen, annyiban nem látom megoldásként, amit javasolsz, biztos tudod, építés statikus mérnök vagyok. Ha nagyon akarnám, én is fölértékelném ezt a dolgot, sőt, nagyon sokat. Nem így van? Valaki mordott, hogy nem az vagyok. Büszke vagyok rá. Parasz gyerekként műegyetemre, az valami, akkor valami állam volt. Tehát visszatérve, attól félek, hogy ezt az ingatlant fölértékelnék 4.800.000-re, 5.600.000-ra. És azzal a néni semmivel nem megy előrébb, sőt, ha megrendel egy ilyen értékbestést, azért fizetni kell neki 150-200.000 forintot. Nem megbánta az ő védelmében. Én sokkal fontosabbnak tartanám azt, hogy mi onnan közelítsük. Hogyha bárkinek van információja, hogy esetleg ilyen kategóriában, mint a legdrágább azok közül, 11,5 millió volt a legdrágább, és abban majd kompromisszumot hozunk. Ha valaki tud olyat, hogy van egy olyan lakható ingatlan, vagy a család ne egy isten hozzá tudna valahogy ebbe segíteni, akkor azt hozzuk vissza, és persze, hogy az lenne a jó, hogyha ugyan nekünk most arra effektív szükségünk nincs, de valóban, idős néni egyedül van ott, joggal félhet, vagy joggal mondhatta neki, majd meglátod, egyszer kisajátítják. Nem könnyű kisajátítani. Hál' Istennek a tulajdon szent ma már. De én abban nyitott vagyok, hogyha fölhatalmazzuk mindannyiunkat, hogy kicsit érdeklődjön, ha tud ilyet, akkor egyébként azt mondjátok, mutassuk meg a nének, és ha egyébként ez mindez összeáll, akkor meg testület nézzem, hogy elég tudja teremteni, és mikor tudja teremteni ennek a pénzügyi forrását.
ez szerintem teljesen jó. Abban a formájában, ahogy Gábor beadta a beadványt, mint az előzőnél, Szövetségi Bizottság nem tudott mást javasolni, mint ezt elutasítja, mert határ nélkül cseréljük el, oldjuk meg, anélkül, hogy egyébként mondtam volna, hogy max ennyiért, vagy egyébként ekkor. Tehát nem megbántva, de ez egy kicsit, és nem akarok már belemenni, hogy szakmaiatlan vagy az, de azt szeretném kérni, hogyha valami ilyet csinálunk, ez úgy működik, ezt javaslom ebből a forrásból. Ennek terhére, vagy annak. Tehát ezek így, hogy ez a kívánság műsor, végigmegyünk az utcán, kinek jön. Járdaépítés. Mikor a járdaépítést kampány idején nagyjából meg fölmértem azt, hogy kis teleken a járdaépítés helyszínre, stb. Körülbelül mibe kerülne egy általános felújítás, ami nem több, mint 100-120 centiszer, meghaladja az 1 milliárd forintot. Nem tudom, tudja mindenki, hogy a járda az a lakos feladat. Előtte lévő járda, az lakos feladat. Azt mondtuk mi önkormányzat, hogy a következő költségvetésben próbálunk arra elkülöníteni 1 milliót, 2-t, 500-re, hogy vannak olyan szociálisan rászorult emberek, akik sajnos már megöregedett járdáikat nem képesek, és erre biztosítsunk egy ilyen támogatási keretet, ha jól emlékszem, erről már beszéltünk, és én ezt jónak is tartom. De ezek, hogy építsük meg a járdát, takarítsuk előtt az árkot. És borzasztó, tudjátok, az majd a másik probléma lesz a főutca. Amit mondott Irénka, hogy megyünk takarítani. A főutca előtti kis kertecskék, ahol megcsináltuk a járdát, a bejárót, a parkolót, a stb. És vannak egyszer egy négyzetméteres kis gyönyörű szép virággal beütött területek. Bocsánat, tisztelet a kivételnek. Ha jól tudom, 7 vagy 8 ingatlan van olyan, aki saját maga előtt esetleg meglocsolja, vagy egyébként azt igazolja. Engem zavarna a házam előtti jelenne. Nagyon sok embert nem zavar, én ezt picit szégyellem, majd abba kell olyan csúnya döntést hoznunk, hogy ezt valahogy szankcionáljuk, ugyanúgy kötelezzük, mivel illeti meg több a főutcai lakos, mint egyébként a, bocsánat, bármelyik másik utcában, hogy ezek jönnek, de a járda előtti közterület, egészen az út tengelyi, nyilván az utak kivéve, az lakos fel. Jó, köszönöm szépen, akkor Rozika, a határozati javaslat ebbe a formában a bizottság elutasította ezt a kérelmet, közben megjelent egy olyan változat, amivel egyébként a segítségünket vagy a végeredményt szeretnénk megközelíteni, akkor nekünk most a beadott, képviselő indítvány arról határozni kell, a bizottság elutasította egyhangulat, én is ezt teszem ebbe a formájában, nem felel meg. Bocsánat, van-e módosító javaslat? Amit teszel. De a részletekről, tehát az összehatárni bármi. Először akkor azzal azt kell megszavaztatni. És utána az egyébként. Hogy fölértékelni. Bocsánat, de miről beszéltünk így most az elmúlt 20 percben? Csak kérdezem, de csak van-e módosító javaslat összehatárról? Bocsánat, azt javasoltam, hogy egyáltalán nézzük meg, hogy úgy, mint a többit megvettük, azért egyáltalán létezik egy kisteleken olyan használható ingatlan, vagy akár nem kisteleken, ami egyébként a néni szempontjából szóba jött. De most még anélkül, hogy katára nézek, és a költségvetésnek azt a részét nem határozzuk meg, most ilyet nem lehet mondani, hogy határozunk, hogy 10 millió forintért, hát akkor elköteleződtünk. És a 10 millió forint, honnan tudom én, hogy most ha megvesszük a 70 millió, stb., ez most nekünk holnap után rendelkezésre áll. Lehet, hogy azt kell mondani, hogy bocsánat, akkor ennek terhére. Tehát ezért, amit kérsz, szintén nem. Az megfogalmazott egy szándék, és nem egy határozat, hogy így formában gyűjtsünk információt, nézzük meg, hogy egyáltalán ez csak illúzió, vagy van reális lehetőség, akinek önök körül is, ismeretség körülből van ilyen információ, nagyon szépen megköszönöm, hogy bármikor hivatalban bármit tetszenek ezt jelezni, ha van, akkor hozzuk vissza a döntésre, a ti döntésetekre, hogy igen, miből, minek a terhére, ekkor vagy akkor, igen, így lehet. De ez nem egy határozat a részünkről, a határozat az, hogy ebben a formájában, amely nem jelölte meg ezeket, ez nyilván nem támogatható, mert ez csak ilyen illúzió. Aki ezzel, bocsánat, a bizottság elutasította a beadványt, aki ezzel egyetért, kérem készfelvítást jelezzen. Köszönöm szépen. Ellene tartózkodott? Ellene tartózkodott. Egy tartózkodás, egy ellen szavazat mellett.
képviselőtestület az egyén képviselőtestület indítványt elutasította. Köszönöm, még egyszer nyomatékosan kérem, tehát akinek van infóra, nem akarom 160-szor elismételni, szerintem könnyebben fő tudjuk ezt fogni, de van ilyen infó, akkor segítsünk. Egyebek. Van még ilyen? Egyebek. Nekem egyebekben annyi van, amiről még nem kívánom azt, hogy határozzunk. Egyrészt tudjuk-e azt tárgyalni, hogy az általános iskola igazgató nője és programintézményi koordinátora Kothenc Bokor Csilla megkeresett bennünket, mely szerint részt vettek ilyen is abba a programba, millió lépés az iskoláért önkormányzat támogatás kérése. Talán csak a végeredményt mondom, hogy azzal a kéréssel fordul intézményünk a tisztelt önkormányzat felé, hogy csatlakozzon a millió lépés az iskoládért kihíváshoz támogató önkormányzatként. A kihívás egy évben két alkalommal kerül megszervezésre, őszi és tavaszi forduló. A tavaszi fordulóban igen szép eredményt sikerült elérni egy iskolánknak, írja beadvány. 27. legtöbb lépést gyűjtötte iskolánk az országban. Közel 3000 településről beszélünk, és lehet, hogy valaki tudja, hogy hány iskoláról. 42,87, inkább a végeredményt mondok, 110.740 kilométer lépésnyit tettek meg. Csongrád-Csanád vármegyében az első helyen végzett az iskola. 420 fő regisztrált és segítő volt ebben a programban. 16. legtöbb zöld pontot gyűjtött a iskolán az országban. És azzal fordultak felénk, hogy tavaly 250-en, az idén 300.000 forinttal az önkormányzat is támogassa ezt a programot. Ha azt javasoljátok, hogy ezt most még ne hozzuk be testületi ülésre, akkor a következő testület, ha most tudunk benne dönteni, akkor most is döntünk. A bizottságon azt hangzott el, hogy nyilvánvaló kössük ahhoz, hogy ez az iskolánkban legyen felhasználásra kizárólag. Ezek elsősorban sport és a szabadidős sporthoz kapcsolódó beruházások eszközök. Tárgyalhatjuk-e most? Akkor az egyebek mellett, aki azt javasolja, hogy ezt fölvehetjük napi rendi pontként, tárgyalhatjuk, azért kérek egy megerősítést. Köszönöm szépen, ellen tartózkodás nem volt. Egyetértünk-e azzal a kéréssel, amit megfogalmaztak, és a bizottságnak az az észrevétel, hogy csak tisztelti gyerekekhez hozzítható. És ezt kérjük is a visszaigazolását. Lehet? Jól látom, bólogattuk mindannyian. Akkor az egyetért a 300.000 forintos ilyen célú támogatással. Most összevettem az... Azt mondtam, hogy egyenlő igen, akkor tudják meg tovább használni a gyerekeket. Viszont azt kimondjuk, hogy egy évben egyszer. Tehát az a 24-es tanévben most összevett. Jó. Jó így? Jó. Köszönöm, aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, kérem készfeljutásához. Köszönöm szépen. Tájékoztatásul szeretném mondani, hogy egy-másfél hete megjelent a vidékfejlesztési programokban, hogy ismét kiírják a Tanyasi Utak Fejlesztése című pályázatot. Ebben eddig minden évben pályáztunk. Az idén úgy van, hogy az első beadási határidő december 2-án kezdődik. December 3-a. Tervezet. A tervezet szerint. Mi lehetőség szerint az első körben, ha lehet, akkor beszoktuk adni. Az első körben nem kell, hogy rendezzük a tulajdonviszonyokat, hogyha esetleg egy külterületi útnál belemetsződés van magáningatlanba. Kész engedélyes terv szintű beadvány kell, geodéziával, mindennel, és fölmerül a kérdés, hogy nem konzorcium esetén, ha egy önkormányzat pályázik, az maximum 150 millió forint, Zsolti itt van közben majd, hogy figyelek rá, a projektért felelős kollégán, a konzorciumban akkor 300.000 forint, ezek brutt összegek. Balástját megkerestük, hogy esetleg konzorciumban pályáznánk-e a Kistelek-Balástja közötti határút, ami elválasztja Gajgonyát Kistelekről. Balástja már más irányban gondolkodik, ezért 150 milliós felső keretet kell használni. Tavaly neki mentünk többek között a határútnak, egészen úgy, hogy visszakanyarodunk az Arany János utca folytatására, amíg az külterület. Első kérdés, foglalkozzunk-e vele?
90%-os támogatás, 10% önerő, az azt jelenti, hogy 15 millió önerőt kell mellé rakni. A második, hogy mostani tudásunk szerint ahhoz, hogy egyébként egy tulajdonviszonyában még nem rendezett, de rendezhető állapotot hozunk, ez azért van, tavaly megcsináltuk ennek az előkészítését a külterületi határútnak, akkor azért hagytuk abba, és nem azt választottuk helyette, hanem a meglévő poros utcák vagy a utaknak az aszfaltozását, mert két tulajdonos nem járult hozzá. Jelen esetben, aki akkor nem járult hozzá, az egyik, az nem érinti ez a beruházás, a másiknál pedig egy pesti örökösök közvetlen az útról, hogy leüljünk, azok jelezték, hogy köszönjük szépen, de ők nem járulnak hozzá, hogy 60 vagy 80 centit elvegyenek a területükből. Ma ez már jóval egyszerűbb, mert ilyen közszélú torokra gyakorlatilag megvesszük kísérletítás keretében, nem akadályozhatja meg az összes többi ott élőnek ezt a fajta szándékát. Viszont fölmerül a kérdés, hogy 150 millióért csináltattam egy Zsoltival egy nagy térképet, ha egyébként milyen széles legyen az út, 5 méter, 4 méter, 3 méter, útalapos út legyen csak és kőszórásra és megint porozzon, vagy pedig csináljunk rendeset, aszfaltat. Egyre inkább az a javaslat körvonalazódik, hogy talán ha csinálunk valamit, az rendes legyen. Az egyből útalap, kiékelés és rendes aszfaltút. Abban az esetben tudunk a határúton bemenve eljutva az Arany János utca folytatásig, hogyha ez az út nem szélesebb, mint 3 méter. Tehát magyarul egy 3 méteres aszfaltutat lehet ebből az összegből megcsinálni. Megkérdeztem az arra lakókat, arra dolgozókat, mi lenne nekik a legfontosabb az, hogy minél előbb legyen egy olyan út, ami idéző elbe, legtöbben gazdák dolgoznak, árut visznek, mezőtyekről jön össze a rekeszbe, a földérper vagy a bármi, tehát a partnerek. A 4 méter útról is ugyanúgy egyébként ki kell térni. A utastervezőt megkérdeztük, egy ilyennél előírás az, hogy bizonyos távolságonként úgynevezett kitérőt kell egyébként létrehozni, magyarul félre tudjon az egyik húzódni, vagy pedig természetesen erősebb patka is le tud mind a kettő húzódni. Én jelentem, több felé példa, Ausztriában is már ilyen tanyavilágot bejárva, jellemzően ez a külterület nem többet, mint 3 méter, viszont mindenhova szinte eljut. Én el tudom fogadni a 3 métert, nyilván most ebben nem kell valószínűsetek, ebben csak azt kell abban megerősítés, igen, készítsük el ezt az anyagot, nyilván azt, hogy a műszaki tartalma lehetőség szerint egy rendbe rakott műszaki tartalom, hogy útalap, kiékelés és aszfalt, és mellette patka és csapadékvízelvezető árok, de inkább legyen minél hosszabb rendezett állapot, mint egyébként 5 méter. Nyilván erről az útról tudni kell, ez bennem az országos rendezési terve. Én azt gondolom, hogy a fejlődés egyszer odajött, hogy Kistelepnek egyébként lesz egy körbe elkerülő útja, az legyen a legnagyobb problémánk, a 3 méterű mellé még 3 métert oda tesznek. Foglalkozzunk ezzel a dologgal, ha nem, akkor értettük. Kérdés, foglalkozzunk? Igen. 90% támogatás, 10% önerő, és inkább a műszaki tartalom, egyetértetek-e azzal, hogy azt, amit megcsinálunk, az legyen rendes. Tehát ne essünk abba, mint a Kendelföldsornál, hogy útalap és kiékelés, aztán porol. Máskor a Remény utca folytatása kifele, ott ugye két ütembe csináltuk meg először útalap porol, ott is nyilván úgy mentek, mint ahogy kellett, amit a gép bírt, és előbb-utóbb a károkat is lehet tenni. Tehát egyetértek-e azzal, hogy a műszaki tartalmát tekintve egy aszfaltos utat hozzunk létre. Jó? És utána pedig például nagyon fontos, csak a helyieknek mondom, nagyon fontos lenne, ha a kábelgyár előtt lemennénk a zárt kerteknél, és kijutnánk egészen Andreáig, a Hársfa utcáig, ugye ott van aszfaltút, erre vissza. Nem merünk neki menni, mert az mióta a digitális rendszer van, és kitűzték az egyébként ottani 70 vagy 60 évvel ezelőtt zárt kerteket, egyetlen egy sincs helyén, és még a kábelgyár sem. Ilyen 4-5-6 méteres eltolódások vannak, és elképzelik azt, hogy 100 tulajdonossal ezt helyre rakni, akinek ott van a kútja, bungalója, tatarasa, tehát abba lehetetlen ott rendezni, és az is nagyon fontos lenne, és ez ami viszonylag tiszta, és úgy tűnik, hogy ennek a föltárása ebbe az irányba, főleg az Arany János utca folytatása még hiányzik.
menjünk tovább, igen, akkor ezzel csak ilyen megerősítést kérek, és akkor a következő testületre már úgy jönnénk vissza, hogy ennek pontos műszaki tartalmával, költségvetésével, minden évvel gyakorlatilag már akkor viszonylag pontos számokat lehet mondani. Főső határbúttó 150. Egyebek, nagyon szépen köszönöm, hogy tegnap ugye október 23-ára tettük egyébként a helyi köztiszteletben álló, de már köztünk nem lévő volt képviselőket, hírességeinket meg szoktuk látogatni ilyenkor minden szentek előtt sírjaiknál. Ilyenkor egy-egy kis mécses és egy koszorúval fejet hajtva emlékezünk előttük. A képviselőtestület egy kivételével, Gábor Mátornak hivatalos elfoglaltsága van, jelen volt. Köszönöm szépen még egyszer valamennyiőtöknek. Utána azt is köszönöm, hogy ugyanígy mindenki máshol tudott lenni a kiemelt október 23-ai városi rendezvényen. Nagyon szépen köszönöm. Parancsolja. Egyébek között lenne néhány kérdésem, illetve javaslatom. Az első azzal kezdeném, hogy az előbb szavaztunk ugye a javaslatomról a Karakás Lajosnyival kapcsolatban. Szerintem fordított szavazás történt. Tehát lehet, hogy ezt meg kellene. Tehát az én javaslatomat én szavaztam nemmel, ti szavaztatok igennel. Én azt gondolom, most az én javaslatomra kellene szavazást kérni, és nem pedig ugye a polgármester úr azt mondta, hogy ez nem határozati javaslat, amit ő mond. Tehát magyarul az én javaslatomra nem történt szavazás. De pont fordítva, Bocsánat, Gábor, de nem mindegy, hogy mire mondod az igen, meg mire a nemet. Úgy teszem föl a kérdést, egyetértesz azzal, hogy a beadott határozat javaslatot elutasítjuk, arra hogy kell válaszolni? Mégis. De nekem van egy javaslatom. Akkor parancsolj. Ez volt a javaslatom. De mit? Elfogadjátok a javaslatot, vagy nem? De a javaslatot... Bocsánat, valaki érti, hogy mit kérdezek el? Én értem, mit kérdez, csak... Bocsánat, volt egy világos beadvány, abban a formájában azt a bizottság elutasította. Hát a javaslatot elfogadja a testület, vagy nem a kérdés? Tedd fő magad a kérdést, elfogadta? Mondom, ez egy fordított. Hát ugyanaz, tartalmilag. Bocsánat, valakinek fölmerült ez a kérdés, hogy esetleg ez nem értető? Néha elő szoktak jönni ilyen gondolataid, de... Ne arra, mi? Szerintem ez egy jó kérdés, nyilván. Nem volt érthető? Érthető volt, de Gábor arra próbál rávilágítani, hogy ő idehozott egy napirendi pontot, egy határozati javaslatot, és az ő megkérdezése vagy beleegyezése nélkül fordított szavazás történik, megfordítottuk a kérdést, és ez sérelmezi, hogy ez most mennyire fontos ez a sérelem, arról lehet. Tehát, bocsánat, azt kérdezi, hogy erről szól most ez a hozzászólás. Bizottság elutasította, aki ezzel egyetért, itt kell, vagy bocsánat, hogy kellett volna föltenni. Én úgy gondolom, hogy itt most már itt több mint két óra, talán ez már kicsit szükségtelen, ez a csapkodás, megbékélés legyen, én szerintem erre vágyik. Jó, de lényeg az, hogy megfogalmaztuk, és azt is megfogalmaztuk, hogy mi a kiút ebből. Igen. Másik javaslatom, ugye kicsit reagálva is Irénkére egyébként, az előző ciklusban is többször javasoltam, hogy a gazdasági bizottsági ülések ne ugyanakkor, ne a képviselőtesti üléseket megelőzően legyenek. Ezek a gazdasági bizottsági ülések mindig koradélutáni órákban vannak, ugyanúgy, ahogy korábban a képviselőtestületi ülések, és egyébként képviselőtestületi ülésekhez hasonlóan a bizottsági ülések is nyílt ülések. Tehát oda is egyébként bárki bejöhet a gazdasági bizottsági ülésre. Én azt gondolom, hogy ezzel is tiszteljük a lakosságot, hogy lehetősége legyen, ha a gazdasági bizottságban adott esetben megbeszéljük a dolgokat, akár ott is ülhessenek. Ez egy kora délutáni órákban nagyon kevés esetben fordul elő, hogy bárki oda be tud jönni. Én javasolnám azt, hogy később kezdjük, illetve válasszuk külön a képviselőtestületi üléstől. Nem szerencsés az egyébként az előzőkben a viták során Kata részéről és meg más részéről is már egyébként fölmerült az, hogy 5 nappal előtte megkapjuk a javaslatot, nincs idő arra, hogy reagáljunk, nincs idő arra, hogy végig gondoljuk. Én azt gondolom, hogy a gazdasági bizottsági üléseket, hogyha külön tesszük a képviselő testületi üléstől, akkor lesz arra mód, meg lehetőség, hogy mindenki saját gondolatait, javaslatait még inkább meg tudja emészteni és el tudja majd mondani, és a képviselő testületi ülésre már ezzel az érett gondolatokkal menjen be. Így, hogy előtte közvetlen néhány nappal, és rögtön abban a pillanatban dönteni kell egyébként, és utána a testületi ülés, egy órával később ez nem megoldás, és nem tartom helyesnek. Úgyhogy javaslom ezt, válasszuk külön.
Nem, csak annyit szeretnék reagálni, hogy mindenki 5 napon hamarabb kaptál. Én elolvastam a 195 oldalt, értelmeztem, és ennek teljes tudatában hoztam meg a döntéseimet. Tehát azt gondolom, ha vállaltuk, hogy képviselők leszünk, akkor ezt az időt el kell szállni. Tehát azt szerintem nem lehet kifogás, hogy 5 napon hamarabb kapod meg az anyagokat az iskolában, a dolgozatot 5 perccel a megírás előtt kapod meg. Tehát ezek így szoktak működni. Az, hogy a pénzügyi bizottsági meg a testületi az más után van, az mondjuk nem az én döntésem, tehát én most kerültem a testületbe, ha jól emlékszem, eddigi gyakorlat szerint ez a kettő egyszerre zajlott, és igazából én már most itt ülök ma 2 óra óta, és ugyanazt az egész bizottsági anyagot végighallgatom kétszer, úgyhogy már lassan fejből el tudom mondani, tehát igazából számomra az mindegy, hogy a bizottság területi elkülönül, de egyébként az viszont fontos tudni, ugye, hogy az önkormányzati törvény kimondja, hogy minden képviselő, amikor a testületi ülés van a munkahelyéről, szabadság kivétel nélkül eltávozhat. Tehát valójában az, hogy hány órakor kezdik egy ülést, az a képviselők szempontjából lényegtelen, az valójában a lakosság szempontjából számít. Tehát nem a képviselők szempontjából, hiszen a képviselőnek, ha reggel 8-kor kellene indulni, akkor is itt kellene lennie. Így van, én is ezt mondom. A lakosság szempontjából fontos, tiszteljük meg a lakosságot azzal, hogy ők is eljöhetnek erre az ülésre, és kezdjük később. De egyébként a különválasztás azért is fontos, hogy ezek az előterjesztések hétvégén mennek ki, tehát csütörtökön fogjuk tartani, valószínűleg hét pénteki nappal ki fognak menni az előterjesztések. Azt gondolom, hogy fölkészülni, meg rendesen fölkészülni azzal, hogy kér szombat, vasárnap nem tudunk, igazából marad a hétfő, kedd, nagyon kevés az idő, utána nézzünk a dolgoknak. Én továbbra is azt javaslom, ez egy javaslat egyébként, egy szóval javaslat, választ külön a gazdasági bizottság üléseket. Nem mindenki fog tudni mindig ott lenni a gazdasági bizottság ülésen, néha én is ott tudok, de néha nem. A korai időpont kezdések, ezek egy jó lehetőséget egyébként arra, hogy felszállt, beszéljük a dolgokat. De ezt szerintem nagyon sokan szeretnének belehallgatni, akár egy gazdasági bizottság ülésbe is. Annyira szépségkívánja, csak tájékoztassam önöket. Ugyanezen a napirendi ponton mentünk végig 3 óra hosszával ezelőtt. Pontosan ugyanazon elhangzások mellett. És azért örülök, hogy a képviselők jelen vannak, mert egyébként akkor, bocsánat, ott ha mindjárt van olyan vélemény, akkor ugyan nem szavaz, de a véleményét elmondhatja. Ez egy jó bevált történet volt. Ti egyébként az elmúlt alkalom kérés, talán Viktor kérésére azt mondták, hogy legyen 17 óra katesbeti. És értettem, és azt mondtuk, legyen akkor előtt 3, mindenki elfogadta, tiszteletbe tartom, és ez szerint cselekszünk. Én jegyzőnőt kérdezem, törvényesen, hogy a törvény előre kimentek a napirendi ponton. Igazából ezzel az a nem probléma tulajdonképpen. Nem tudom, Gábor, hogy hogyan gondolod, hogy pénzügyi bizottságot előtte nappal, vagy előtte 2 nappal testületi előtt ülésen tartani, ami azt jelenti, hogy nekünk az 2 nappal megelőzően, tehát akkor az nekünk nem 5 nap, hanem 7 vagy 8, vagy attól függ, nekünk a bizottsági anyagokat ki kell küldeni. Tehát ez egy nap is egy ilyen terjedelmű, mondjuk főként a gazdasági területre gondolok, nagyon nagy feladat. Tehát, hogy egy nap alatt is lehetnek olyan információk, ami be kell, hogy kerüljön a költségvetésbe. Tehát akkor tulajdonképpen abból fogunk állni, hogy megtanuljuk a pénzügyi bizottság, lehet, hogy ott akkor történik valami módosítás, majd 2 nap múlva, amikor esetleg a testületi ülést tárgyaljuk, akkor 2 nap alatt is fölmerülhet olyan adat információ, amit nekünk esetleg be kellene az előterjesztésbe építeni, akkor kezdődik minden előről, mert akkor megint pénzügyi, testületi, tehát ugye ez egy ilyen ördögi kör. Bocsánat, Borsik Viktor társunkkal beválasztottak bennünket a Csongrád család vármegyei képviselőtestületbe. Nem tudom, téged kérdeztek-e, engem nem. A bizottsági munka reggel 9-kor kezdődik, képviselői munka 10 óra. Pont. Azzal a feltétele vállaltam, hogy el tudok menni. És ti a múltkor úgy emlékszem, nagy többségben megegyeztünk abba, tiszteletbe tartjuk. Mert bocsánat, semmi olyan nem hangzik el bizottságülésen, ami után itt ne hangozzan el egyébként testületülésen. Tehát nagyon jó, hogy el tetszettek volna jönni 3-ra is, meghallgatták volna egyszer, majd kezdjük előről még egyszer. Tehát ez
ezzel semmit gond, de még egyszer nem hagyunk ki semmit ki, semmiféle információból, és a bizottság annyiban különbözik a testületi munkától, ott csak javaslattételi lehetőség van kibeszélni, és utána egyébként itt van a döntés. Döntés előkészítést követően tőlem. Jó, köszönöm. Egyebek? Ez egy javaslat. Meg, köszönjük szépen. Megbeszéltük, ha van ilyen javaslat, visszatérünk. A másik egyebek között még van. Részben szóba került, azt szeretném kérdezni, hogy meg tudjuk-e beszélni, hogy decemberben mikor lesz a közmeghallgatás? Most meg tudjuk-e ezt, tudunk egy időpontot meghatározni? A közmeghallgatás általában ilyen szerda csütörtökön szokott lenni, és lehetőség szerint 17 óra körül, hogy már ne nagyon későn. Arra kérem, hogy az önöt egy ilyet próbáljunk két javaslatot adni el, és célozzuk meg. Egyébként nem kellene már közmeghallgatást tartani, mert volt az idén. Igen, nem volt. Nem, azt hiszem volt. Lakossági fórum. Lakossági fórum volt közmeghallgatás. És, de minden évben szoktunk így karácsony előtt. Ez általában ilyen december legelején szokott lenni, december 1-2-3 környékén. Nézzük meg, és akkor kiküldjük, soha más javaslat akkor. De nagyjából olyan általában ez a szerda csütörtök szokott, vagy eddig az vált be legjobban. De tőlem lett pedig. És akkor tudunk egy időpontot? Mit mondtam az előbb? Nézze meg, és utána tegyetek javaslatot ti is, hogy mikor lehet. Akkor most nem. Én nem tudom. A másik, amit még az egyébként szeretném, visszakanyarodva az első napi rendi ponthoz igazából, csak egy szinte egy lakossági bejelentés alapján, hogy közvilágítás korszerűsítés, a kinti busz megálló, ami ezen az oldalon van és a keresztnél. Holkut után? Igen. Volt olyan eset, hogy ott hagyta a busz a tanulót, mert sötét, annyira sötét, hogy nem látta egyébként, és ott hagyta és elment. Úgyhogy javaslom ott is világítást, és egyébként, hogyha jövünk a belső benzinkútnál, ott a gyalogátkelőnél szinte olyan sötét van, és veszélyes az a gyalogátkelő, mert nincs világítás. Ezeket vizsgálta felül a terv. Valóban vannak olyan pontok, ahol szerintem is egyébként nincs egyébként. Én a közmeghallgatás időpontjával kapcsolatban csak annyit szeretnék jelezni, hogy ugye a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz csatlakozott, szeptemberben döntött a testület, hogy csatlakozik ehhez a pályázathoz. Ez a pályázat november 4-én kell, hogy kiírjuk, ott majd kapnak ugye nyilván a kérelmező bizonyos határidőt. Az a lényeg, hogy valószínű, hogy december elején majd a képviselő testületnek ezt ő kell bírálni. Az elképzelhető, hogy egy rendkívüli testület ülés keretében fog történni, zárt ülés keretében, tehát hogy lehet, hogy esetleg a közmeghallgatás előtt egy zárt ülés keretében, hogy úgy ahhoz igazítanánk esetleg egy időpontot, egy közmeghallgatás időpontját, hogyha az úgy megfelelő lenne. December első héten állom ilyen 3-4-5 szerda csütörtök. Első nekifutásra, csak hogy legyen valami konkrét, próbáljuk ezt megcélozni, nézzük meg, hogy a terem szabad, nem szabad, Benji-be a mikor szabad, közösségi ház, és akkor, bocsánat, abban egyetértünk, ez lehet 17 óra? Persze. Előbb ne, ugye? De, de, igen, mert az úgy szokott lenni, jó. Megcélozzuk, ennyi elégséges így körülbelül? December 3? December 2-3-4 az a első hét, igen. Négy, ez biztos, nem, mert akkor színház. Akkor ez már jó. A négy az már kiesik színház. A Burza Hungarika miatt meg, hogy ott eset, ha ahhoz kötjük, most csak ezt így én gondoltam, akkor ez meg még a 12 az, ami szóval még azután a hét is jó. Vagy testületi ülésünk úgy is lesz november utolsó hét, tehát ugye 28-a, nedves csütörtökön. Várható november 28-án, hónap utolsó csütörtökén, akkor valószínűleg biztos lesz testületi, de hogy közben. Jó. Várok javaslat. Jó. Más egyéb? Akkor amennyiben nincs, a képviselőknek van egy rossz hírem, zárt üléssel folytatjuk. Megköszönöm mindenkinek a részvételét, és jó éjszakát kívánok mindenkinek. Bocsánat, szeretném kérdezni a jelenléti, mert itt van el a